Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is... Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Olvashatok ezt a Kern cikket, hogy egy olvasó... Művész úr sietett, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a fenébe fotózza le egyből valaki. Egyébként ezen gondolom. Sineken száguldott Kern András, lekapcsolták a szabálytalankodó színészt. Ő arra panaszkodott, hogy fel van turva egyébként a város, és hogy nem lehet haladni, mert hogy mindenhol... település? Igen, Sineken átszáguldott. Sineken, és a sineki lakók nagyon feláborozták. De azonnal lefotózták egyébként, és látszik, ahogy egy rendőr igazoltatja, és utána már elmegy mellett egy másik autó, és átfotózzák az autóban. Ezek az olvasóriporterek, ezeket, minden hogy miért nem üti a nyomban. Mindenhol ott vannak, nem? És 10 000 forintért egyébként lefotózták Kern Andrást. Látszik a rendőr, és látszik a Kern is. Hát most kérdezem én, hogy színházba megy, persze nyilván ez nem mentesíti. No, de ha minden fel van túlva és nem lehet haladni, hát most mi van, akkor egyszer ráment a villamosére? Na, hát miért nem engedik rá a forgalmat? Hát az van, ahogy nem egyszer, hanem hosszan ment rá a művész úr, akit nagyon szeretünk, tevékenysége alapján, de még neki se lehet. Ne, mert a szabály. Igen, be kell tartani. Igen, majd mondom, akkor így a szabály, csak hogyha neki lehet, akkor lehet neked is, a Zsülnek is lehet, a Janinak nem lehet egyedül, mert ő mindig a sínen van, ugye nem vezet. Hosszan. De akkor nekem is lehet, ha én is sietek, és át lehet menni. Én azt szoktam mondani, hogy időben el kell indulni. Tudom, hogy föl van turva a város, akkor ez sajnálatos tény, de akkor 1 órával előbb el kell indulni. Ennyi. Szerintem nem lehet, neki sem lehet. Kész, pont. Hát az a baj, hogy túlságosan demagóg vagy. Hát. Igen, demagóg vagyok. Tehető arról, hogy fölment a sírre, de nagyon hosszú ideig nem tudott lehajtani. Hát ja. Ő nem tudta ezt igazából, nem? Felment a sírre, és aztán rájött, hogy úristen, hát itt csak egy sín van az utcában. És tényleg már próbált letérni, de már nem tudott hova letérni. Igen, hogy azért 5 méterenként a Demszki csöcsöket ugye fel kéne szedni, mert akkor ki tudsz jönni. Na, akkor legalább le tudsz menni a sínekről. Tényleg egy aljas állat az egész főváros, akik így építették meg, hogyha véletlenül egyszer rámész, akkor nem tudsz róla lejönni. Szerintem nem lehet. Tehát nem, kész. Hát. Tehát... Nyilván nem, persze, én is tudom, csak annyira rossz, hogy nem lehet haladni a városban, minden fel van turva, és igaz. Én esztelenül minden úgy van szétszedve, hogy semmiféle koncepció nincs benne, és az emberek idegeit, az agyát, a türelmét teszi, úgy próbál a főváros, hogy itt soha nincs rend. És mindig van valami, amiért fel van turva, és nem tudsz haladni. A forródó villamosok, Buda volt évekig romokban, hát ezt nem lehet csinálni emberekkel, hogy éveken keresztül a napi 10 perces utat 1 órán keresztül teszed meg, majd felhajtasz egy villamosira, akkor meg megbüntetnek. Hát ez ezért meg kell tartani. Igen, ez szörnyű. Ezt adom, például ott van most ugye a Róbert Károly körút, ami megy a Árpád híd felé, ott előttünk a Lehel kereszteződése, hát gyakorlatilag közlekedhetetlen, de az egész környék közlekedhetetlen, mert hogy javítani kell, nyilván napi 8 órát dolgoznak, meg így jön ugye a kérdés, hogy miért nem csinálják éjszaka is, erre az ott lakók, de hát erre az ott lakó meg azt mondja, jó, a Kikában nem lakik senki, értelek, de azért a környéken laknak, hogy ne dolgozzanak éjszaka, mert én meg pihenni akarok. Igen, nehéz az éjszakai meló, azt egyeztetni kell, meg lakossággyűlés, fórumok, meg nem tudom. De most őszintén, srácok, emlékeztek rá, hogy ebben a városban volt-e olyan valamikor is, amikor lehetett közlekedni? Mindig ez volt. Valahol mindig feltúrtak valamit, felszedtek valamit, építettek, újítottak, stb. Ez a város, ez erről szól. Ez az újjáépítések, felújítások, átépítések városa. De egyébként, ha te látnál valakit, hogy éppen megbüntetik, te átfotóznál egy másik autóba, és vennéd a fáradtságot, hogy elküld. Csak a Kossuth és Jászai Maridi. Csak akkor, igen. Értem én, hogy jár az 5000 vagy jár a 10 000, de hogy lelassítod, látod, anya, adj egy telefont, apáid egy orság. Művész úr. Egy 10-es ugrik a kasszába. De hogy eszembe se jutna, hogy van egy bulvárlap, ahová el lehet küldeni. Tehát, hogy így valahogy az embernek nem áll rá erre az agya. És egyből ott termett egy olvasóriporter, aki egyébként ezt sikeresen lefotózta és begyűjtötte ezért a 10 000 forintot. Ami csak mondom, bruttó 10. Tehát nettó 7-be áll meg az neked nagyjából. Mivel tudnám? Tehát, hogy ő sose szabálytalankodott, vagy ő soha nem követett el semmit, érted? Ez annyira gennyes. Celebet, és ilyenkor sose jut eszébe, hogy ő ugyanúgy megcsinált már egy csomó dolgot, csak ő nem érdekes, érted, a fotós, az átlag fotós, a hallga, vagy az olvasó. Itt van például most a hétvége pénteken, ugye Sarka Kata meg Hajdú Péter elmentek, mert a gyerekeknek kellett intézni nem úgy mentek el, hanem közösen, hát ja. Ők tudjuk, hogy most külön költöztek, elmentek, mert a 2 gyereknek kellett a személy az érdi okmányirodában. De durva sztori. Azt a mindenségét, de hogy mennyit járok én is az érdi okmányirodában. Hát de hogy valaki ott ült. Közel, hogy egyszer lehetetek volna ott 3-an. Ahol milyen cikk lett volna. Összehoztak volna Sarkával. Igen, és hol a Petivel. Érted, hogy erről is egy ilyen részletes beszámoló van, mert hogy ők összevesztek valamit. Válófélben vannak, hát összevesznek, na bum, mindenki összeveszik szerintem, aki válófélben van egy kicsit. És fura volt, hogy a közalkalmazottnak a perspektívájából volt, és igen, volt egy üveg. A kormányablak mögül. De nem pont erre akarok kiukadni, hogy telefonáljon már be, vagy írjon már nekünk SMS-t, hogy valaki valaha módszerolt be valakit el 10 000 forintért, vagy 5 000 forintért. Tényleg jelentkezzetek már, csak itt kíváncsi vagyok, hogy így, hogy akkor te már tudtad, hogy ezt majd elküldöd, vagy csak volt egy fotód, és valaki szólt, hogy figyelj, küld el a Bliknek, majd akkor kapsz érte 10 rugót, vagy már azzal a szándékkal csináltad te meg a fotót, hogy anyjuk, megvan a hétvégi steak vacsora. A kedvenc éttermben lefotóztuk a kerművész urat, úgyhogy nem sokára utal a Blik. Egyébként, ahogy kapod meg, szóval utalnak, vagy be kell érte menned, és akkor megkapod a 7000 forintot kézbe. Azzal utána? Hát, vagy ezt már nettóba kapod meg. Vagy hívjákba. Igen. Egy éves Blik előfizetést kapsz helyette? Tehát, hogy árérték arányban egy ugyanolyan összegű szolgáltatást vagy juttatást kapsz? De igen, értem. Meg hogy milyen vénával vagy megállva. Tényleg nem fogjuk szétszedni, csak hadd beszéljünk egy ilyen olvasóriporterrel. Engem ez érdekel, hogy mi motivál azért, hogy te valakinek, amikor ő tilosban parkol, vagy szerencsétlen véletlenül a sineken megy basszus, és persze fizessék ki a büntetést, meg ne mentsék föl, meg azért, mert színész, meg szeretjük, na de azért a pofájában nyomsz egy telefont, és gyorsan lefotózott, hogy most akkor még fölnyomlak a Bliknél. Hát ez annyira ilyen ávós, nem? Szóval, hogy van egy generáció, akiben ez így él, nem? Hogy akkor nyomjuk föl, vigyük el, hallgassuk ki. Szóval szörnyű. Kern András esetében egyébként nem gondolod, de biztos vagyok benne, komolyan 100%-ig biztos vagyok benne, hogy vannak olyan celebek, akikkel előre lebeszélik ezt az egész történet. De a Kern azt mondja, igazoltatni fog majd egy rendőr Andris. Menj fel a sinekre, csinálunk ki rólad egy Blik interjút, erre gondolsz? Igen, de nem, mondjuk pont ez esetében nem ezt gondolod, de azért van egy-két olyan celebritás, aki már régen volt valahol, valamilyen okból kifolyog, nem történik körülötte semmi, akkor az gyorsan csináltat magával egy ilyen kis idő. Hogy működik az olvasó riporter? Ja, nem. Igen, most a Storról voltam, hogy kilépett hátul a művész bejáron, és megölelt valami csajt. És akkor ott áll a kis táskájával az olvasó riporter, a gennyedék, érted, a rohadék, a kis valószínűleg nagyon rossz minőségű, rossz, ilyen béna telefonjával rosszul öltözve, mert csak így tudom az ilyen típusú embert elképzelni, aki nagyon módszerol, és feljelentget, és fotózgat, és újságnak küldi. És akkor látja, hogy a Stoll megölel valami nőt, aki lehet, hogy a gyerekének a barátnője, vagy valamelyik színész, nem tudom. Keresi gyorsan a táskájába a kis telefont, most? És akkor gyorsan lefotózza, és akkor erre megy, hogy meglegyen havi, mint 20-30 000 forint, hogy ebből él. Nem hiszem, ez szerintem a véletletet azért ez nem. De hogy vagy pont ott hátul a művészbejárónál, hát amikor pont megölel valakit? Rász a Vígszínház művészbejárójára? A művészbejáró, igen, lecucolsz a másik oldalon, veszel magadnak egy hívjákat, egy kávé láttét, vagy egy ízét, egy magdatas zsömlét, és akkor szépen oda leülsz, lecuszolsz és vársz, és bárki lép ki, azt lefotózod. De bármikor történik, azt a nap végig mazsolázol. Mert ő akart a Stollal puszilkodni, tudod, csak ez a csaj, ez beugrott elé, és azért lefotózta és felnyomta. Szerintem nem a pénzért csinálja, ez neki a... De miért csinálod? Mert ez a hírnév neki, esküszöm. Ennek ez a flash-e, hogy ő bekerül az újságba, az ő fotója? Így van, te vagy az arca nem kerül bele. Meg a neve se. Te vagy a hír szállítója. Az nem érdekli, hogy a neve ott van, csak el tudja mondani, hogy na tessék, én fotóztam, mutatom itt a telefonomon az eredeti, látod? Na? Én is voltam nagyon sokszor feljelentve olvasó riporter által. Az mondjuk nem olvasó. Nem, az nem olvasó riporter, akkor kijött egy fotós, nem, Törökországban voltunk egy szállodába, és odajöttek, és nagyon kedvesen beszélgettek, és egy hétig köszöntünk, és jókat dumáltunk, hogy ízlik a kaja, meg hova menjenek, meg melyik medence jó, meg miért jó a tenger. Úgy fölnyomott, mint a húzat. Akkor volt a Bennivel mentetek be a vízbe. Mentem be a vízbe, érted, és beszélt. Tudom, hogy melyik család volt. És mert nagyon kedvesek voltak, és aranyosak voltak, és beszélgettünk, de az eladott 10 000 forintért a Bliknek, érted? Ha valami az hát, hogy miért nem szakad rá. Két nap után már olyan unalmasak ezek a Balázsék, itt köszöngetnek. Anyu, add már nekik. Elnézést, van, mi jöjjön be vissza belőle. Csiposztott egy héten keresztül, 10-es az csak leesik. Igen. Na, játszunk akkor mi is egy ilyen olvasóriporteri játékot. Írjátok meg nekünk, a véletlen valahol valaminek a szemtanúja voltatok, és mi megmondjuk, hogy megér ez 10 000 forintot, vagy nem. teljesen hétköznapi, egyszerű, banális eseteket is várunk, amikor ti láttatok valamit, lefüleltetek valamit, észrevettétek, de hogy valaki nem azon a napon viszi ki a szelektív kukát. Vagy a szomszédnéni a macskakakit beleöntötte az Erzsi néni, nem tudom, etető tálkájába. Aha, az ebédhordójába. Nézzük meg, hogy megére az ebédhordójába, Erzsi néni ebédhordójába. Tehát nézzük meg, hogy nálunk ez megére 10 000 forintot, mert ilyenkor egyébként meg soha nem jelentkeznek, nézd meg. Lapulsz, mi? Lapulsz! Most, hogy beszéltek. Minket nem lehet rajta kapni. Lehet rajta kapni? Engem nagyon sok mindenre lehet rajta kapni. Tehát, hogy de egyszer olyan szélesen találkozzék egy ilyen szembejövő olvasóriporterrel, aki nem titokban, nem aljasul csinálja a fotót, hanem belenyomja az arcán. Látom, Balázs, látom, hogy épp ezt... Figyelj, hadaim, kell a 10 000. Balikám, ne tedd el a bréd! Megvagyunk, köszi. Van egy hallgatónk, aki kapott már pénzt. Valaki fölnyomat. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello. Te voltál olvasó riporter? Igen, így van. Többször is. Te vagy az, mi? De járod az utcát, és már figyeled, hogy mi történik, és ennek szellemében próbálsz élni? Gyakorlatilag igen. Hát ez már 7 évekkel ezelőtt volt még az utolsó is. Az egyik, hogy egy rendőr parkolt a Dohány utcában, egy rokkant helyen. Hegyein is pont parkolót kerestem, hát nem találtam. Megláttam, hát mondom, megvan a hétvégi. Beküldtem, lefotóztam, hogyha benne volt a plikben, az az SMS szám, meg e-mail cím, ahol be kellett küldeni. Beküldtük, visszahívtak, hogy volt a sztori, elmeséltem, és azt hiszem a másnap a plikben rögtön benne is volt a fotó, meg a történet, utána küldtek egy nyilatkozatot, hogy nyilatkoznom kellett, hogy dolgozom, meg ilyesmi az adó miatt, és utána utalták a pénzt. Aha. Na, és mennyi maradt a 10-ből? Tehát mennyit utalnak? Ja, valami nagyon érdekes volt, valami 9700, valami, nem tudom. Tehát nem hát tudom, hogy jött ki. Jó, hát hogy adóznak ott? Az 10 000-ből az egészen szép. Nem tudom, hogy számolták ezt ki, de ez jött. A sehova. És azóta nyitott szemmel mész mindenhol, hogy mit lehet lefotózni? Hát annyira már nem azért, de volt még egy olyan, hogy az Egér útra egy nagy esőzés után ott egy szokásos aluljáróval egy ilyen gyakorlatilag ember magasságig szokott állni, a víz oda is behajtott egy autós, gondolta, hogy ő át tud menni, hát nem tudott, mert kilincsig süllyedt az autó, és ott lefulladt, ugye, ezt is lefotóztam, ez is benne volt. Hát egész jól meg lehet élni, hát ha most csinálsz 5-6 fotót, ja, akkor ebből összeszedsz 50-60 000 forintot, hát ez tök jó pénz. Igen. És már nem csinálod? Hát most már nem látok ilyen jó sztorikat, illetőleg most már mindenkinél van telefon. Ja, most már megelőznek, mi? Igen. Rosszul öltözött vagy te is? Láttam a kérdést. Mert én így jellemeztem az olvasóriportereket, igen, hát nyilván ez nem feltétlen van így. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Kérem, sziasztok! Ciao, hello. Na nézzük már, hogy vannak élő olvasóriportereink, csak hogy ki mit látod. A Diós Jenő lomtanítás volt, Oszter Sándor körözött a faluban, mint egy keselyű. Most szombaton. Egyszer csak megállt a szomszéd előtt, és a lomiból berakott a terepjárójába egy kidobott ablakkeretet. Aha, igen. Én erre adom a 10 000 forintot. És egy Skoda Favorita volt, ami mögé oda volt kötve egy utánfutó. Persze, és volt már egy kásztőszély, meg egy hűtő. Igen. Nyilván. Jani a határúti aluljáróban a Fornettinél vásárolt ide a 10 000 forintot. Gyakran rajta lehet kapni. Hazafelé előfordul. Azt tudod, mi lenne jó fotó? Azzal tudnánk pénzt keresni. Jani, amikor jön be reggel, ha talál szemetet, tudod, fölszedi. És a palackot például, a műanyag palackot bedobja. Ha azt jól fotózod meg, az olyan, mintha kukázna. Tényleg. És itt mindjárt vége a MorningShow-nak. Igen, olvasóriporterünk, igen. Ledobnám. Vagy mintha tényleg, mintha ledobnád a szemetet. Sunyiba dobálta a szemetet Vadon Jani, aki önmagát mindig környezettudatos emberként állítja be a Klassz FM reggeli műsorában, a MorningShow-ba. A kis iskoröttön menjünk, a kis aljabétem, lájéz, megövár, vizet, kobort iszik a kis köcsöt. Tegnap láttam, Balázs épp egy hordó rozét rendelt a kocsmába. Jó, de hát ezt tudjuk, ez alatt értem. Igen. Én Kokót láttam az anyukájával. A tükrömön, de nem fotóztam meg. Nem találtam egy 500 eurós. Kokót láttam az anyukájával, de soha nem gondoltam, hogy ezt le kéne fotóznom, és el kéne adnom. Láttam Nagyferót az Ázsia Centerben. Ez 200 forintot ér? Ezt kávéznom kéne. Gyere, főzök egy kávét neked. Ez egy 200 forintot erre adunk. Nagyferó ér az Ázsia Centerben, ez 200, ez nálam 200-at megér. Na, egy csinos hölgyel például mi láttuk Egerben a kokót. Igen. Hát nem voltunk elég szemfülesek. De hülyék vagyunk. Egy 10-es le tudjuk beleírni a vacsorának az árába. Hú, de jó lett volna. Tényleg egy ilyen kis megbeszélésem volt. Képzeld el. Így is, hogy elmentem valamint. Meg is vagy. Meg vagy. Vagy kokó. Meg vagy. Budaörsi Jósemben Vujit Fütkó próbált tipmixelni. 10 percig nézte a lapot, majd segítséget kért tőlem. Elmagyaráztam neki, hogy hogy kell. Néztem még 5 percig, majd feladta és elment. Há, 15 000. Kálmi Molnár Péterrel és családjával az alsóősi strandon találkoztam. Ott töltötték a forró nyári napot. Baromi unalmas hírére gombi. Jó, de hát látod, hogy vannak azért itt olvasóriporterek, de vannak jó indulatú olvasóriporterek, akik nem fotózzák le az áldozatot. Csak hát, hagyják el. Kálmi Molnár Péterben nincs ennyi. Nem? Igen. Bocskor matrészegen egyeken nagyon úr is volt, de nem fényképeztük le. Jó, hát ezt most akarom elhiszem. Azért ezt nehezen tudom a Gáborról, hogy az egyeki bornapokon ott 4 kézláb mászik egy kürtös kaláccsal a fején. Hát biztos nem. Tehát azért ezt így nem látom. Ez azért így nem látom magam előtt. Némi disznótorossal és egy kürtös kaláccsal dölöngél. Ja, bocsánat, mielőtt holnap lenne ebből majd egy cikk, nem mi állítjuk ezeket, hanem a hallgatók állítják, a hallgatók küldik nekünk, csak nem, hogy megint legyen ilyen, és megsértődött, mert a Balázsék azt állították róla, hogy nem mi állítjuk. Ja, nem, igen, hallgatók ide. Dobokat csináltatta a körmét kozmetikában. Majd a feleségem, mondja a feleségem, ő az, meglesem, és tényleg, de zenét hallgatott. Ha lefotózom, és főcím, a Kata nem beszél a pornépel, ér 10 000-et? Kérdez egy hallgató. Egyébként simán. Gangsta a szilveszteri buliban spiccesen a földön fekve újra meg újra visszatekerte a gyalogkakuk egyik jelenetét, és minden alkalommal sírva röpülött saját magát. Nagyon jó. Figyeljetek, szintén megér ennyit. Csináljunk már holnapra mind a hármunkról egy kamu. Olvasóriporter, hogy hívják a fotót, jó? Tehát, hogy amit megcsinál valaki rólunk, egy olyan szituációban, ami számunkra egyébként kellemetlen lenne, vagy ellentmondásos mondjuk az életmódunkkal, meg a mi személyiségünkkel, mintha azt valaki készítette volna rólunk. És jelentsük fel saját magunkat, vagy adjuk el a Bliknek a fotókat? Mit tudom én? Rákóczi Ferenc utcán alkudozik. A szemétégető mellett. Igen, a szemétégető mellett. Felé lekapják, hogy soha nem alkudozom. Mindig úr vagyok, kifizetem gálánsan. De akkor küldjük is el. Tehát, hogy akkor jelentessük. Hát, nem kellett volna elmondani, akkor titokba kellett volna úgy megcsinálni, és magunkat fölnyomni valami. A gyerekek erre rászaláltatok, ezt mit csináltuk saját magunkra. Igen, szerintem az a biznisz, ha lefotózod a celebet, és kérsz tőle 15 000-et, hogy ne küld el. Hát nagyon jó, az igazi üzleti érzék. Látod? Megállsz a kern mellett, és azt mondod, hogy művész úr, 15 zsebbe, és a kép marad, sose derül ki. Igen. De szállalmas lett, nyilván belement. Sasi Józsefet láttam a Margit hídon autóban, irgalmatlanul fikázott. Nem mi állítjuk. Ez egy hallgató írta. Így van. Hát ez primitív. De magamról is olvasok. Bali a Lelei strandon tolta a kannás rozét. Kannás kivitelben 5 forintért. De bányászos fotó is van róla állítólag. Igen. Láttam Nagyferót Londonban a Sohóban. Lefotóztam, és még beszélgettünk is, Attila küldte nekünk. Na, itt egy megbukott sztori rögtön. Peti írja, hogy Balázs láttam falabdázni, ugyanott, ahol a Bocskor szokott kondizni. Na, utolsó. Az utolsó feladat, meg is bukott a dolog. Ő soha nem szokott kondizni. De Gábor álltak eddig. Szokott, igen? Igen. Egyszer láttam Janit homokzsákot pakolni, életre szóló élmény volt, le a kalappa Jani előtt. Volt ez igaz, a római pár évvel ezelőtt. Igen. Gajdó Tamást láttam egy szábrében. Így a Bécin. De hát akkor ezt tessék erről fotót csinálni. Így van. Tehát Gajdos Tamás nála megérne 10 000 forintot egy szábrében. Nem? A szerencsekerék nagymester. Az egyébként tényleg. Hát ő egyébként egy kiváló atléta, is amellett, hogy ex-szerencsekerekes, meg ugye híradós, és vele azért össze lehet futni, itt tudom én, atlétikai centrumban, stb. Az öltözőbe, vagy zuhanyzás után. És kézzel jön, száz Tamás, száz mindig. Bocs, ezt ugye nem fotózod. Ez is megvan egy 10-es passzok. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Benne vagytok valamiben? Igen. Amiben még nem tudjátok, hogy, amiről még nem tudjátok, hogy mi az? Milyen állapotban van az ánuszotok? Yeah. Mi van? Mi között, hogy mit akarsz az én ánuszomban? Hát ugye, ápolt... Az elég cserepes. Cserepes? De kenegetjük. Mindenképpen egy kis neugranormot ajánlanék rá. Ezért használok krémes tusfürdőket. Jó állapotban van? Jól ápolt, igen. Szeretnétek pénzt keresni? Igen. Hol az összefüggés? Szeretnétek akár $5000 keresni? Igen. Az 1,5 millió forint. Az nagyon megfelelő összeg körülbelül. A kettő összefügg? November 8-áig lehet jelentkezni, az amerikai elnökválasztás napjáig az első amerikai áru szépségversenyre. És arra gondoltam, de nem csak amerikai, tehát bárhonnan lehet jelentkezni, fel kell tölteni képet. Az első helyezett $5000, a második helyezett $3000, a harmadik helyezett pedig $2000 nyer. Hogy töltsük föl valamelyikőtök ánuszát. Valamelyik künkánuszát. Valamelyikünk ánuszát, így van. Mert minthogy egy finoman kiáltáltál volna rögtön a dologból, miután bedobtad te az ötletet. Áruszokat versenyezett egy amerikai portál, és összesen ugye $10,000 osztanak ki, elmondtam, hogy osztik meg a nyeremény. Ez nem kell más tenni, mint hogy egy szép ánusszal előáll. Az a baj, hogy nem vagyok annyira otthon a témában. Zsül, mi jelenti a szép ánuszt? Te egy picit jobban értesz. Azt írja a versenyszervező, teljesen mindegy, hogy bevolhatsz másokat, és a kalandba kipróbálhatsz új pózokat. A lényeg, hogy megérkezzenek a fényképek. Szeretném megtalálni a világ legszebb ánuszát. Erről szól a dolog. A világ legszebb ánuszát. Hogy azt milyen formában prezentálod, az tulajdonképpen rajtad múlik. Az rajtad múlik. Nem tudom, hogy ebben a kategóriában mi a szép. Nem kell, hogy ott legyen az arcod, viszont... Hát mondjuk jó hír. Viszont megnézhetnénk, hogy meddig jutunk, ha esetleg ezen a portálon lehet lájkokat, vagy nem tudom, szimpátia pontokat szerezni. De ez nem jó, és megnézzük, meg kell mondanod, hogy a 35-ös kép a Jani ánusza. Nem mondjuk el, csak felmegyünk erre. Te is kiátráltál elő, és egyedül maradtam. Te így lehet a legszebb, én azt érzem. Valójában mik a szempontok? Vagy mit nézhetnek? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ugye... Az arányokat, így van. A farpofák méretét, gömbölyűségét. A farpofa nincs is, hát ott széthúz. Nem feltétlen kell, hogy ez széthúzott legyen szerintem. Nem? Hát már maga az ánusz, maga a csík az ánusz, nem? Nem, az ánusz maga a... Miért csík? A virgó intakta ánusz rózsa? Így van. Na ez most már jobban hangzott. Így van. Ez erre inkognitá, ismeretlen szűz terület, ugye oda senki nem látogathat el. Azt hiszem, hogy ez egy feltétlenül csillag. Így van, de ki az a Bob? Ugye feliratba fölteszünk. Ja, értem, tehát hogy itt nem csak az számít, hogy megmutasd a farpofádat egy finom csíkkel. Nem egy aranyos popófotóról van szó, hogy a kis popó meg a kis vágás, nem, széthúz és belemegy. Laci, csinálj légy szíves 3 darab cetlit rajta a nevünkkel, jó? Nem! Akinek kihúzzuk a nevét, már igen, mondtunk Feri. De nem mondtuk. 3 az egyhez az esélye, hogy ti lesztek, ne fossatok. Várjatok meg, ki mondta, hogy csak férfi ánusz. Nem, női ánusz is lehet, de hát most mi 3-an férfiak vagyunk. Hát akkor vonjuk be ott az Anna, a Zsül, a Laci, hát gyerekek. Hát persze. Én szerintem ez 3 között dőljön el. Akinek kihúzzuk a nevét, az föltölti a képet úgy, hogy majd a fülünkbe súgja, hogy hányas a sorszáma. De adásban nem mondjuk el. Tehát nem kell adásba elmondani. Én megnézem. És lájkolom. Tehát én adok szimpátia szavazatot nektek. De az a baj, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni, ugye el kell áruljuk mert a hallgatókra számíthatunk az ánusz szavazásnál, biztos vagyok benne. Ha majd, ha nagyon rosszul állunk, akkor... Hát de akkor meg kell mondanod, hogy... És én ígérem, hogy csak a legvégén fogom bemondani a ti sorszámotokat. Tehát ígérem, és tudok titkot tartani, és csak ha nagyon rosszul álltok, akkor mondom el a sorszámot. Anonim, tehát arcot nem kell hozzátenni. Jeligét se, hogy mit tudom én, hogy sárlaktorka vagy. Igen. Indul a reaktor. Tényleg úgy nézett ki. Igen. Ehhez képest Paks 2 semmit. Igen. Lehet használni kiegészítőket? Ecsetet, rúst, pirosítót, pufnit, tehát lehet felturbozhatom én az ánuszomat, vagy... Nem, bármivel, amivel kreatívá tudom tenni, hogy rajzolok egy mosolygós arcot, és az ánuszom... Egy kis csilláporos szájfényjel? Tehát egy sima, egyszerű, virgó intakta natur ánuszrózsát kell feltenni, vagy felturbozhatom én humorosan, viccesen, tehát adhatok-e neki bármilyen rajzot? Hogy rajzolsz egy szemet meg egy orrot neki, és olyan, mint egy csücsörítő öregasszony. Például igen, rajzolok bele egy gonosz banyát. Tehát vagy csak simán tényleg, mint ahogy a természet adta, úgy kell benevezni. Én nem olvastál utána, hát te hoztad a témát. Na hát én csak ezt így megláttam, hogy Árnus szépségverseny, mondom, ez nagyon jó, erre be kell, hogy nevezzünk. Oké, de hogy fogjuk bizonyítani elsősorban nem a világnak, elsősorban egymásnak, hogy az tényleg a miénk? Hát úgy fotóz hát, be, hogy fölégugolsz, és látszik kinézek, az arcod. A kamera felé nézek a lábaim között, és mosolyba, és megfordítjátok a képet. Ez tényleg, Jani. Mi van, akkor én találok egy nagyon szép ánust az interneten, én benevezem, hogy a sajátom, utána összehasonlítják majd a győztessel, hogy az a sajátja, amivel nyert? Más tollával ékeskedek. Csak óvatosan, mert lehet, hogy az enyémet találom meg. Már fel van. És képzeld el. Balázs, már ennyire esélytelen a rádió folytatása? Ne, hát ez független a rádiótól. Jó, hát független a rádiótól, ne hagyjunk másfél millió. Gyerekek, másfél millió, ne hagyjuk ki a világ első János szépségversenyt. Hát legalább legyünk ott. Legalább legyünk ott virtuálisan. De várj, és akkor kimész. Ez olyan, mint a Pegasi póker verseny, egyszer ott kell ülni a főasztalnál. Tehát aki pókerezik, egyszer a Pegasi póker versenyre el kell menni. Hogy ki mondjad, hogy kimész és átveszed? Ki kell menni átvenni a díjat, hogy és el kell mondani köszönő beszédet. Mint ahogy Ace Ventura. Köszönjük szépen a nyertes Jánosnak. Na! Aranyere van valakinek? Miért van az, hogy egyébként nem, most őrizzük meg egymás ánuszát szépnek. Fajta... Tehát, ne menjünk ennyire bele, remélem, hogy senkinek nem, nincs. Jogos, csak egy dolgot mondjatok nekem, hogy miért csak az ilyen témáknál érzem Lacin a frissességét, gyorsaságét. Ugye, hogy ilyenkor ő lubickol? Ugye, hogy megvannak Laci, hívjunk egy ilyen szakértőt, legyen egy ilyen, foglalkozunk a homeopátiával, ez a majd akkor hely van valaki. És az ánusz szépségverseny, érted, lubickol hozzá a kis cetliket, feliratozva a nevek, szóval, hogy... Jó, és most mi van? Hogy húzzon egyet a Zsül. A Zsül húzzon? A Zsül húzzon egyet, 3 névben nem van, húzzon egyet a Zsül. Mert a Zsül... Jó? Istenem, ad... A Balázs legyen. Nem akarom, hogy érjegyenek csak. Jó? Nem, adod a cetlit? Nem. Akinek a cetli a kezemben van, holnaptól be kell, hogy nevezzen. Annyi a Zsül, ha engem húztál, holnaptól nem kapsz semmit. Komolyan, semmit. Akinek a neve a kezemben van. Hoztad, én hozok neked reggelit, mi? Ha Janit húztad, szájon csokollat. Azt ne, azt ne. Az ánusz verseny nyertese Jani! De menjetek a... Nem. Szép volt, Jani! Szép volt, Zsül! Szép volt, Jani! Na, holnapra kérek tőled egy arc nélküli ánusz fotót. Mutasd a többi cetlit. Itt van. Tessék? Ez hogy jutott most eszedbe, hogy megnézed a többi cetlit? Tessék? Megrohadtok, mint nagyon szemét ráadnak. A mikrofonom van. Miből gondolod? Mi van? Jó, most mindegyikre Janit írtunk, hát most miért baj? Jani, esküszöm, nem gondoltam, hogy megnézed! És majdnem átment, basszus, majdnem átment, mondom, Laci. Írjad mind a 3-ra a Janit. Túl dolgozom már veletek együtt ahhoz, hogy higgyek benne. Írtam a Lacinak, írd mind a háromra Janit. Majdnem átment. Jó, húzzuk újat. Majdnem elvitt a hirtelen szívhalál egyébként. Jó. Ti annyira rohadékok vagytok, én... Na, hát most írtunk mind a 3-ra. Írunk akkor új 3-at. Új 3 cetlit. Jó, azt hittem nem nyalod be. Jó, basszus, azt hittem ennyire még nem ismersz jól. Először meg kellett próbálnom, nem, azt hittem, hogy már kezdtem örülni, mondom, nem esett le, jaj, de jó, meg vagyunk. Jó, oké. Rohadék. Na jó, akkor most új húzás, és most Jani a saját szemével ellenőrzi a cetliket. Csak a saját szemetek vagytok. Ezt annyira vissza fogjátok egyébként kapni. Azt hittem, hogy átmegy, már kezdtem örülni, úristen, de nagy lett volna. Jó. Na. Jó. Laci megcsinált akkor az új cetliket, ezen már valóban Feri neve és az én nevem is rajta van. Jó? Akkor sincs semmi holnap. És Zsül húz. Úristen, újra imádkozom kell. Az előzőnél nem izgultam, vajon miért? De most viszont kezdek izgulni. Jó? Ne nézzél. Akinek a neve rajta van, az elkészíti a fotót, és bizonyítható módon fel kell töltenie úgy, hogy kap egy visszaigazolást, és azt meg kell mutatni a többieknek. Hogy te ezt mennyire benyaltad, basszus, csak rájöttél, ez a baj. Oké, Zsül húz, most Janinál vannak a cetlik, és most már a 3 valódi név van benne, tehát Feri és enyém is benne van. És semmi fogadni, nem megteszek. A név, akinek el kell indulnia az ánusz szépségversenyen. Az első internetes ánusz szépségversenyen. Az Feri! Szemetes! Nem, ez család! Mutasd a itt van! Hogy megint nem én? Jaj, de jó, hát tudtam, hogy a napos oldalon születtem. Tudtam, hogy a napos... Most meg mindegyiken én vagyok. Az élet napos oldal, nem, Jani leellenőrizte. Jó? Holnapra... Semmiféleképpen nem hozok neked átlucos fotót, csak mondom. Szeretnénk megtudni a feltöltés részleteit, jó, mindennek utána nézünk, holnap folytatjuk, mondjuk neked, hogy hova kell feltölteni. Nem kell a nagyon fotó, de a visszaigazoló e-mailt, hogy köszönjük, sikeres feltöltés, gratulálunk, látnunk kell, amikor elindul a világbajnokság. Vagy az álomszépségverseny, de nem kell elmondani, hogy melyik. Nem kell elmondani. Jó? Ja. Egy arc nélküli ánuszfotót kell, hogy csináljon béka rólad. Nagyon jó, én jó? Meg is kérem rá, persze, hogy gyere béka ide, nézd csak. Jó, felcsinosíthatod, pudlipofát borotválhatsz bele, bármit meg lehet csinálni, a lényeg, hogy te képviseled hazánkat. Tehát, de a Jani biztos szebb. Hát bárhogy is nézem ezt a ceklidát, forrosokvás hajlap derül kell, nagy nyilvánosok számára. Ja, Zsül, holnap akkor kapsz egy sonkás croissant és egy serpes rólét, jó? Egy hétig, amit eszel. Egy hétig, amit eszel iszol. Tudtam, hogy mind a háromra cetlire János került. Sajnos észrevette. Jó? Holnapra akkor megnézzük, hogy lehet feltölteni, és hát fel kell aztán rakni magát az ánuszodat, mert ugye november elején ennek vége van tulajdonképpen, tehát akkor eredményt hirdetnek. Viszont ha nyersz, nem kell osztoznod. Ez nagyon, de kedves. De rendes, nézd meg, hogy csupa szíve van, érted? Aranyos. Na, találjuk ki, fazonírozzuk fel, mi legyen, hogy csináljuk. Tehát legyen ez egy teljesen natúr. Vigyünk bele valami humort, rajzoljunk rúzsal, egy mosolygó smiley jelet. Most ott akarsz lenni a fotózásnál, már ott tartunk. Igen. Megyek a fotózásra. Rúzsolhatjuk, de mi van, ha rákottam? És utána már minden reggel. Ezt igénylő. Igen. Feri, nyugj, elég a csücsörítesz, írjad Saba. Figyelj! Jó, azt nézem, hogy elviekben meg tudnánk úgy csinálni, igen? Hogy köré rajzolunk egy MorningShow logót. És a száj már meg is van. Tehát és megvan a száj. Jó. És akkor megvan, és innentől kezdve tudjuk, hogy az bizony az övé. Jó, én abszolút benne vagyok. Jó, fel kell tölteni, és látnunk kell a visszaigazolást, hogy feltöltötted. Aha, jó? De nem mondjuk el természetesen, hogy melyik, ha te akarod, nekünk elmondod. Figyelj, én abban benne vagyok tényleg, hogy hármunk közül csak te, Feri, és mondjuk Balázs, aki csekkolja, látja majd, jó? Én hiszek nektek, mert szeretek mélyen aludni rémálom nélkül. Aki bevállalja a helyettem. Igen. Az ánusz olyan, mint a vélemény. Mindenkinek van, de senkit nem érdekel a másiké. Hát ezt akarja ez az internetes portál is bebizonyítani, és már egyébként elképesztő az érdeklődés, csak mondom. Tehát hihetetlen kattintásszámokat fog valószínűleg az oldal generálni. Tehát vannak hozzánk hasonlóan beteg elmék, akiket ez egyébként szórakoztat. Úgyhogy azt hiszem, november 8-ig lehet jelentkezni. Így van, és decemberben kiállításra bérkezett pályaművel a Bálnában. Itt van. Az ánusz contest, a remek hűvet pedig erre az oldalra lehet feltölteni, és ott van a link. Tehát tulajdonképpen fel tudod már tölteni. Jó? Azt nézzük meg, hogy mit kapsz majd visszaigazolásképpen. Azt majd mindjárt csinálunk egy próbafeltöltést. Jó? Mit töltesz fel próbából? Hát valamit csak megnézzük, elküldünk egy képet. Istenem, de jó, hogy nem én vagyok. Jó, mikorra kell ezt feltölteniem? De minél előbb, nem? Hát persze, nyilván haladjon a dolog. Jó, most! Én fogom a budi ajtót, jó, hogy ne menjen be senki. Ez is olyan mint amilyen a Facebook, hogy ha mondjuk egy kamuánuszt töltünk fel, akkor azt törlik, vagy jelzik, hogy ez nem igaz. Mert akkor tényleg csináljunk már, keresünk valahol egy szépen csücsörítő szájan, rázumolunk egy kicsit, körbevágjuk, és aztán beküldjük, hogy kiszúrják-e vajon, hogy az nem igazi. Vagy nem. Vagy van egy ilyen fékánus szűrő. Fék, igen. Figyelj, nézem azért az 5000 dolcsi, Feri. Azért jó az... lesz az, bizonyám. Kicsit előtörlesztesz valamit. Ott fogtok sírni, hogy adjak kölcsön. Ott fogtok sírni. Nem, hogy hagyd láthassuk élőben. Mondd az országot, hogy nyerted meg? Úristen, na jól van. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Egy nagyon helyes dolog történt a Brian Adams koncerten. Ugye Csabi mesélt nekünk, hogy ő ott volt, de erről ő nem mesélt, aztán ez eljutott hozzánk, hogy mi is történt pontosan, de nem akarjuk mi elmondani a történetet, mert szerintem az a legjobb, ha a történet szereplője mondja el, hogy mennyire jó arc volt Brian Adams ezen a bizonyos budapesti koncerten, és hogy milyen helyes dolgot tett meg. Ugye az arénában volt ő, és És most hívjuk Brian Adams. És felhívjuk Brian Adams, de jó lenne angol száz műsort csinálni, gyerekek, nem? Milyen jó az angol, az ausztrál, az amerikai, a kanadai rádióknak, ahol tényleg ez így működik valójában, hogy egyszer tudsz egy világsztárhoz. Tudsz egy világsztárhoz menedzsertel telefonszámot szerezni és föl tudod hívni, igen. Szóval baromi helyes volt, és én mindig szeretem, amikor így a világsztárokról derül ki az, hogy ők is emberek, hogy érző emberek, és hogy ilyen helyes gesztusokat tudnak tenni azoknak, akik szeretik őket. Itt van velünk Évi. Hello Évi, jó reggel, ciao. Servus, sziasztok. Hello Évi. Na, én nem mondtam semmit a te történetedről, csak az, hogy te majd elmondod, mert én elolvastam, és ez egy baromi helyes dolog egyébként. És ugye egy Brian Adams koncertről van szó, ahol is mi történt pontosan? Hát igazából az történt, hogy édesapám kapott két jegyet a születésnapjára erre a koncertre, és hát ez azért volt annyira izgalmas, mert apu korábban nagyon sokat volt kórházban, különböző kezelések miatt, és akkor a Brian Adamsból akadtak neki erőt, de hogy ott is volt ugye egy igazán kedvenc száma, és ez volt a Here I Am. Hát mikor megnézegettem a setlisteket, hogy fú, hát akkor ez a szám vajon lesz-e, akkor láttam, hogy eddig egyiken sem szerepelt. Hát, hogy apukácsokat hallgatott Brian Adams, és nagyon szereti őt. Nagyon-nagyon, igen, hát abszolút a kedvenced, tehát ugye nagyon-nagyon szereti. És akkor hát ezen gondolkodtam, hogy akkor hogyan tudnám ezt megoldani, hogy amennyiben ő ezt így nem játsza a koncertjén, hogy ez akkor mégis így elhangozza, és hát igazából erre egyetlen egyszerű megoldást jutott eszembe, hogy hát akkor írok neki. Hogy írsz a hivatalos Facebook oldalára, hogy játsza le a dalt? Igen, hát igen, írtam neki a Facebook oldalon, illetve a menedzserének is írtam, igen. Hát mit írtál le pontosan a levélben? Tehát miről szólt a levél? Hát a levélben leírtam igazából pontosan ugyanazt, amit most nektek is itt elmondtam, hogy a kezelései alatt mindig az ő számait hallgatta, de hogy a kedvenc száma az a Here I Am című rajzfilmbetét dala, és hogy hát igazából ez az egyetlen egy ilyen nagy kívánságom van, amiért itt tényleg egész életembe hálás lennék, hogyha megtörténhetne, hogy ezen a koncerten ő élőben meghallgathatja ezt a dalt. És hogyha erre egyetlen esély is van, akkor ezt váltsa valóra, ezt az álmat, és én nagyon szépen köszönöm neki egyébként, hogy így tulajdonképp a számaival így megmentette apukám életét, és hogy így segített neki kitartani a nehéz időkben. És akkor a terve az volt, hogy a szülők elmennek a koncertre, vagy hogy te mész el, és majd elmondod, hogy ez a dal is elhangzott? Nem. Hát édesanyám és édesapám mentek el, tehát a két jegyet kapott a koncert, és anyukámmal mentek el ketten. Én pedig csak itt egy kicsit így rájátszottam a dologra annyival, hogy írtam igen a Facebook oldalon Brian Adamsnek ezzel kapcsolatban. Írt valaki választ? Vagy válaszolt a menedzser? Vagy amíg el nem kezdődött a koncert, igazából nem tudtad, hogy célba érte? Hát annyi történt, hogy kaptam egy válaszlevelet, hogy továbbítjuk a leveledet. Egy hivatalos valami. Hát igen, egy ilyen egysoros, hogy továbbítottuk a leveledet. És hát igazából nem is gondoltam volna, hogy ebből bármi lesz, tehát tényleg ez egy ilyen apró kis próbálkozás volt, hogy ha el se küldöm, akkor biztosan nem lesz, így meg hát, hogyha mégiscsak megtörténik. És hát ugye aztán anyuék elmentek, hogy anyum és apu elmentek a koncertre, és hát már egy órája mehetett kb. A koncert, amikor csörgött a telefonom, és apukám hívott. Felvettem, és hát annyit hallottam, hogy így zenga, hiráljam a arénával túloldalról. Nem mondott komolyan. De igen, és nagyon megható volt. Úgy egyébként kicsit most is meghatódom, hogy beszélek róla. Csak nagyon-nagyon megható volt, tényleg csak annyit tudtam, hogy nagyon hangosan mondani a lakásban, hogy úristen, ezt nem hiszem el, úristen, nem hiszem el. Tehát így szerintem az összes szomszéd egyébként hallotta, hogy itt most valami nagyon klassz dolog történik. Úgyhogy hát én nem tudom, mai napig is, tehát hogy így visszagondolok, akkor itt teljesen borsódzik a hátam, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát ő tulajdonképpen felvette a setlistjére ezt a dalt, eljutott hozzá az üzenet, és ugye ezt nem játsza, de a te kedvedért és a levelet kedvéért ő ezt eltolta ezt a dalt a koncerten. Igen, így van, meg hát el is mondta az üzenetemet, tehát hogy ő ott így elmondta, hogy mi volt a levelem tartalmám. A színpadon elmondta tényleg a leveledet? Igen, és hát konkrétan elhangzott az is, hogy akkor így, hogy valahol itt ülünk mi is, és hogy akkor az Évi szüleinek és különösen apukájának küldi. Nem mondott komolyan, hát de jó volt. Igen, ugye tényleg hát ez ilyen szuper megható, hogy utólag volt, aki elküldte nekem is így a felvételt. Hát nagyon, tehát tényleg abszolút nem is gondolnám, hogy ilyen így tényleg létezik, úgyhogy hát hatalmas meglepetés volt tényleg ez az egész történet. És mit szóltak a szülők, amikor egyszer csak meghallották, vagy utólag jöttek rá, lehet, hogy nem is figyeltek, hogy éppen mit konferál a Brian, hogy egyszer csak elkezd beszélni erről, és hogy ő a színpadról tulajdonképpen hát személyesen mondta el a levelet. Hát azért ez nagyon kevés embernek adatik meg. Igen, hát anyukám be volt avatva, ő be volt avatva ebbe a történetbe, nem bírtam ki, hogy így nem mondjam el neki. És hát igen, egyébként meg ott hallották meg, hogy ez így történik, aztán amikor így a nevem is elhangzott, akkor így elég egyértelmű volt meg a sztori Palotbudóan is, hogy itt apumról van szó. Úgyhogy igen, egyébként meg így a mai napig mondogatja, hogy úristen, nekem éneket Brian Adams, és hogy ez így mekkora dolog, és hogy nagyon, tényleg nagyon boldog. Tehát így ennél tökéletesebb szülinapi ajándékot elképzelni nem tudok apukámnak, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Hát azért ez nagyon menő, ilyet csinálni, nem? Hogy egy világszár tulajdonképpen azt gondol az ember, hogy el se jut hozzá levél, vagy nem továbbítják, mert van ezer dolga baja, meg nem tud ezzel foglalkozni. Beolvassa a levelet, felkonferálja ezt a dalt, üzen az apukának, elmondja, hogy te írtál, és hogy miért adja most elő ezt a dalt, kvázi tulajdonképpen üzen a színpadról az ott álló családnak, vagy az ott álló két embernek. Hát ez nagyon-nagyon szép. Nyilván naponta kap 100 ilyen kérést, vagy még többet. 5 millió, most megnéztem, 5 millió ember van egyébként a Facebook oldalán. Oh, tehát, hogy akkor simán elsikadhat. A Tibinek még valahova fejlődni. Hát igen. Ott méheg a nyomában. Nyilván minden koncerten kap ilyen, mondjad? A legnagyobb meglepetés az volt igazából, hogy én aznap írtam, tehát ez ilyen délután, nem tudom, 1-2 körül, tehát még csak nem is az, hogy itt napok teltek el, hanem itt néhány óra perget le, és hogy igazából tényleg úgy vettem, hogy úristen, most ki fog oda menni szólni, azt backstage-be közül, hogy hey, Brian, egyébként így lenne egy szám, amit le kéne játszani, de hogy ezek szerint mégis van ilyen. Hát de még azért ez nagyon ritka, van egy program, van egy menet, igen, van egy begyakorolt ugye setlist, ami alapján mennek, a zenekar azt tudja, arra van rá, eljátszanak bármit, de hogy ezt egy műsort szoktak ugye végigvinni tulajdonképpen, azért ez nagyon ritka, hogy valaki kedvéért nyomjanak még egyet. Koncert előtt van, a gyerekek, mutatom, D-dur. Igen, meg mindenki akkor nyomjuk. Tehát azt így nem nagyon szokták. Nem nagyon szokták. Egyébként ez abban is kiderült, hogy nem szokta, ugye, hogy apuék így mondták, hogy egyébként így egy reflektorral volt megvilágítva Brian Adams, és egy gitár, meg egy zongora szólt. Tehát, hogy itt is semmi más ilyen aláfestés egyébként nem volt, tehát ilyen abszolút ilyen kis akusztikus formában lett ez előadva. Hát nagyon, tényleg. Igen, azt írja, hogy mi ott voltunk, nézzük, mint Here I Am Papa, így fejezte be, és egészítette ki a dalszöveget. Hihetetlenül megható volt, írja egy hallgató, aki egyébként ott volt a koncerten. Hát ez nagyon klassz, ez nagyon klassz. Hát írtál utána még? Írtál neki valamit utána még? Igen, vagy? persze, megköszöntem neki, mondtam, hogy igazából így nem kapok levegőt a meglepődöttségtől, és hogy így amellett, hogy így ennyit segített apukámnak, nagyon szépen köszönöm neki, hogy így, tényleg egy tökéletes születésnapot varázsolt neki, és hogy hát igen, tehát így hosszan írtam neki, hogy mennyire hálás vagyok ezért az egészet, de erre valójában nincsen elég szó igazából. Hát ez nagyon klassz történet, meg lélekemelő és pozitív, szóval ilyet hallani azért az jó. Akkor apukár mostantól úgy járkál, gyerekek, nekem kicsirigó, ne fütyülje, nekem játszott. Házi zenészem Brian Adams. Hallod, kérdés van? Nagyon. Csókoltatjuk mi is a szülőket, mondd meg nekik, puszítjuk. Átadom, és köszi, hogy keressetek. Nem olyan, mintha Brian Adams üzenné, de azért mi is csókoltatjuk apukádat, jó? És jó egészséget. Jó egészséget kívánunk nektek. Köszönjük, hogy elmondtad, puszi, ciao. Hello, szia, ciao, hello, szia, Évi. Hát milyen ilyen sztoriz, nem? Most azon ő biztos nem nézi a Facebook oldalát, oly sűrű, hogy koncertelőn mondjuk, de hogy a menedzsment is ránézett, még úristen gyerekek, jött egy levél, oda menni a Brian, figyelj Brian, emlékszel rá. Halálazák, nagyon jó. Nagyon jó. Hát is ritkán van ilyesmi. Igen. Emlékszem, hogy a 3 kívánságos időszakokban voltak ilyenek, tudod, igen. Hogy találkozok David Hasselhoff-kal. Írtam David Hibácsinak. De volt ilyen. Volt olyan is, hogy bekopogott, és ezért hello, szia, Gene Simmons, hogy anyád vagy? És hogy Gene Simmons fölment egy kis srácot, ki iszonyatos nagy kis fanatikus volt, bekopogott hozzá, és felment, és kisgyerek köpni, nyelni nem tudott. Tehát, hogy nem hitt el, ott áll Gene egy magyar lakótelepi lakás, nem tudom, a 8. emeleten, és hogy bekopogott, és bement hozzá a szobába. És előzél, érted, igen, én vagyok a feneva. Igen, rányújtott a nyelvét a gyereknek. Hát, nagyon helyes történet. Ez jó, nagyon helyes. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Békés Csaba mentő. A kórház? Békés Csaba mentő. A kórház? Milyen kórház? Békés Csabai kórház? Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411. Igen? Onnan kell a mentőket hív. Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre telefonál. Igen, de hát én nekem 4-ére írta ki az orvos, hogy 4-én, de hívjam már 2-án. Jó, de még csak 30-a van. Már ma? Igen. Nem, a 30-a van? Igen. És akkor mikor lesz 4-a? Milyen napon? Csütörtökön. Csütörtökön? Szerdán. Szerdán. Szerdán? Igen. Akkor 2-a mikor lesz? Hétfőn. Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye? Szombat. Sokat van. Semmi nem jó. Annyira cuki. Semmi nem jó. Akkor mit hívjak majd? Majd hétfőn a 444-844-et. 444-844-et. Sem, az ég egyat a világon, az ég egyat a világon semmi nem stimmel. De nagyon cuki. Óriás. És az a türelem, amivel kezeli egyébként a kis hölgy. Van, hát igen, azt gyerekek. Igen, hát igen, igen. Nekik ilyen napi dresszúra lett valószínűleg. Több ilyet kapna fontos. Ahogy közeleg a vég, Bali egyre szentimentálisabb, humánusabb és megbocsátó lesz, fiúk. Tartsátok a kemény vonalat, Bali elveszett. Dr. Szöszi. Dr. Szöszi küldte nekünk. Hát egy kicsit puhulsz, igen. Nekem is volt kapcsolatom, ti tegnapot végighallgattátok, hogy... Hogy van ez a telefonos ügyfélszolgálat? Ezt magyarázza meg nekem valaki, és szerintem sok hallgatónak van erről tapasztalata. Fölhívott valaki engem tegnap, hogy én igazoljam magam. Hát ez hogy működik? Hát illetve egy szolgáltatást ajánlott, és kérte, hogy igazolt. Nem, ő azt mondta, hogy ő egy bizonyos biztosító társaságtól csörög, és feltenne ellenőrző kérdéseket. A szolgáltatás ajánlásaik nem jutottak el. Nem jutottak el, mert zseni volt, hogy kezelted. De egyébként logikus volt a kérdése. Te honnan? Mert hogy ő ugye azt kérte, hogy te igazold magad. Miért nem ő igazolja? Igen. Te ezt kérted? Igen, tehát ez nagyon érdekes, ugye ez a call centeres hívás, amikor kap az ember egy ilyet, hogy fölhívnak valamilyen számról, vagy bankból, vagy biztosítóból, vagy utazási irodától, vagy bármi, nem tudom, ilyen cégtől, hogy mielőtt ő elmondaná, hogy miért hívott, te legyél szíves egyébként, és mondjál egy-két fontos adatot, amiről ők beazonosítanak. És mondtam tegnap a nőnek, hát ezt ugye ti is visszahallgattátok, hogy először ő igazolja magát, de mondta, hogy ő nem tudja. Mert hogy ő egy call centerből hív, a bizonyos biztosító megbízásából, de egyébként mondjam el a születésémet és az anyám nevét, ja, hogy aztán ő engem azonosítson. Miért nem kérted tőle a születésémet? Én mondtam, hogy mondja elő. De nem mondta el. Aztán mondta, hogy egy miskolci call center cégben dolgozik, és akkor mondta meg, hogy találkozunk a kapuhajban. Vagy van egy edelényi rokonom, az oda küldöd. De nem kaptok ti is ilyen fura telefonokat, hogy valaki fölhív benneteket, hogy ti igazoljátok saját magatokat? Hát ezt nem is értem, hogy ezt hogy képzelik. Én mindig vissza szoktam kérdezni, hogy elnézést, és a telefonszámomat azt honnan tudja? Azt ő nem mondhatja meg. Hát mondom, de jó. Igen, jó, akkor nincs miről beszélgetnünk. Ja, mert azt is bárki mondhatja, hogy ő egy biztosítónak a call centeréből hív, és akkor kiszedi az adataidat, megköt egy jó szerződést, és egyszer csak kopogtatnak a végrehajtók, hogy Sebestyén úr, a nagy képernyő színes tévét még mindig nem fizette ki. Igen, és elkezdett volna engem ugye felmérni, hogy mondja meg az anyám nevét, a születésévet, mert hogy akkor én beazonosítottam saját magam, és nem tudtam vele megértetni, hogy ez nem jó a rendszer. És én értem, hogy nyilván neki ez a protokoll, tehát így kell eljárni, de hát ez nem mehet így, hogy valaki fölhív, és azt mondod, hogy te igazold saját magad, hogy ő jó helyen van-e. Nagyon fura. Hát mondja el ő, hogy kitől jött, hogy honnan jött, igazolja magát. Mondtam neki, hogy nézzen körül, hogy mit lát. Úgy néz ki, mint egy call center. Azt mondta, igen. Igen, úgy néz ki, mint egy call center. Mert azt mondja, hogy az Allianz biztosító. Lát valahol Allianz feliratot? Mert akkor engem meggyőz, hogy az Allianz a telefonja. Mondta, hogy nem, én egy call centerből telefonálok. Mondom, az úgy nagyon nem lesz jó. De azzal meggyőzött volna? Hát azt mondja, igen, látok. Jó, akkor megnyugodtam. Csaló. Jó, akkor megnyugodtam. Ti ilyenkor mit csináltok egyébként? Hát én megbocsátóbb vagyok. Nyilván én is visszakérdezem, honnan hív, jó, akkor ő elmondja, hogy innen, én azonosítom magam. Én hívom anyát, hogy hív, telefonon keresnek. Te vagy? Szenvedj, te. Nem. Nem tudsz mit csinálni. Hát vagy leteszed, és azt mondod, hogy nem vagy hajlandó beszélni. Én például egy bankkal vagyok így, kivel egyszer volt egy üzleti ügyem, és azóta nem tudom kitöröltetni magam a név, tudod, azt mondtad, igen. Névlistából, és bármit se, és ott is ugyanez van. Jó napot kívánok, XY vagyok a Budapest Banktól, ön az Rákóczi úr. Hát mondom, engem hívott, akkor valószínűleg igen, sikerült. De akkor én most azonosítom, mondom, ne azonosítson, nincs közünk egymáshoz. Engem maga ne azonosítson. Hát, hogy ezt ismerő Csaba küldőszolgálattól, melyik évente 3-szor törölte, nem a saját, hanem az édesanyámnak a nevét meg a címét, és mondta, hogy köszönjük szépen, mindenki van fizetve? Igen, akkor zárjuk le ezt az egyoldalú kapcsolatot. Köszönjük szépen, elég volt. Nem kérünk több best of Kós János kazettát. Szereted, mennyire. És mindig újra kérdezi, és mindig ő akar azonosítani téged. De most mi a megoldás, hogy van valami fütyjel, amit neki be kell fütyülni? Nem, ő nem azonosította magát, hogy letettük. Én tudom, hogy egyébként valóban call centeres volt, és tudom, hogy miért hívott. De hogy valahogy azt gondoltam, hogy ez így nem jó. Tehát ez így nem korrekt, én nem fogom beazonosítani magam. Nekem például a bankom, akitől tegnap ugye hoztam az SMS-t, hogy már 18 éve nála vagyok, ők például elmondják, hogy telefonon keresztül jön ki hírlevél, telefonon keresztül ők sose kérnek le adatokat. Igen. És az korrekt. Szerintem ez életveszély. Tehát az valaki följön, és te elmondod neki a születésüket, az anyád nevét, meg a személyigazolvány számodat, bármit, hát ez éle, vagy a címedet, érted? Hát fölhív bárki, hogy mondjam be a címemet, mert ő innen telefonált. Hát nyilván nem fogom bemondani, hát azért ez így nagyon fura. De jó, nyilván nekik sem mindig könnyű. Tehát, hogy vannak azért érdekes call center hívások fönn az interneten, és nagyon sok régi egyébként. 08-at ismeritek? És ha... nem ismered a 08-at? Nem. A 080 az azt bizonyítja, hogy azért sokszor egyébként az ügyfélszolgálatosoknak se egyszerű a munkája. Tehát én nyilván tudom, hogy az is egy baromi nehéz munka elviselni a sok hülye ügyfelet, meg akik ugye betelefonálnak, meg mindig okosan válaszolni, például ha tudakozóban dolgozol. Két idős pár betelefonál, hogy ők nekik nem jön a telefonjuk, és szeretnének egy telefonszámot fölírni, a hiba bejelentő. Megvan. És képtelenek egyszerűen arra, hogy leírják a számot. És először a néni próbálkozik, és utána a bácsi próbálkozik. És elindul egy ilyen hosszú számleírási procedúra. Egyébként maga a call centeres rác, vagy a tudakozó, nem tudom, az hihetetlenül türelmes. Neki ki van adva, hogy meddig élnek. Igen, ki van adva, hogy meddig nem teheted le. Tehát neki, amikor te elmész call centeresnek, akkor ezt meg kell tanulni, hogy 3 percig állnod kell a sarad, bármi van. Az agresszív nem teheted le. Nem. Így van. Tehát bármi történik, ha téged elküldenek akárhova, akkor se teheted le. Írjanak már nekünk call centeresek, vagy telefonáljanak már, hogy tényleg mi a policy, hogy működik. Valaki szívesen meghallgatnánk, drága hallgatók, ha ti call centerben dolgoztok, hogy meddig nem teheted le, ha csúnyán beszél, ha rondán beszél, ha hülye, ha nem érti, te nem teheted le call centeresként? Nem teheted le, tehát végig tűrnöd kell? Igen, van egy idő, amíg tűrnöd kell, és utána is talán szólnod kell valami főnöködnek, aki ugye itt a call centeresek körül lebzsel, mindig van egy ilyen ember, aki nem úgy lebzsel, a menedzser, és akkor talán ő átveszi, de mindjárt megmondják pontosan a hallgatók, de az időkorlátot azt tudom, hogy van. Tehát, hogy egy ilyen idő intervallum, amíg nem szabad. Ha se sértegen, akkor se. Tehát mondhattál volna neki csúnyát, akkor is folytatjátok a beszélgetést. Na de ilyenkor például mi van? Te tegnap letetted? Vagy én letettem, hát én nem mentem bele. Nem hívott vissza. Akkor kimegyünk címre. Megvan, az is tudjuk, Sebestyén. Itt van, Leti, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hát értem már, miért vagy ügyintéző, telefonos ügyintéző egyébként? Igen. Egy nagy multinál? Igen. Tehát hozzád jut el az ügyfél, és telefonál be, ha akar telefont cserélni, vagy kártyát cserélni, vagy bármi baja van. Igen, meg ma a cégnek a másik részleg az otthon is ugyanúgy hozzánk be. És hogy vagytok trenírozva? Tehát mi a policy, amit nektek mindenképpen be kell tartani? Hát ugye tisztelettel kell beszéljünk, tehát hogyha az ügyfél még úgy is beszél, hogy ami nem éppen a telefonvonalba való, ugye miből rögzített beszélgetés is történik, tehát azért neked szűrnöd kell, mert mindig mondják, hölgyem, nem erre vagyok ideges, hanem tudja jól, erre meg arra, és neked ezt szűrnöd kell, mert nem tudsz mit mondani. De nem teheted le? Tehát nem szakíthatod meg a vonalat? Nem. Ott dolgozok 1,5 éve, egyetlen egyszer bontottam én a vonalat, mert bejött azzal az ügyfél, hogy adjak már neki mindegy feltöltés, mert tudunk ilyet csinálni. Nem volt megfelelő neki semmi, hogy tudjak neki ilyen plusz feltöltést, és akkor mondta, hogy hát akkor én hívjak már neki lelkisegélyszolgálatot, meg minden, mert hogy neki a kocsija elvileg valahol ő leakadt, meg minden, és hogy ő nem tud segítséget hívni, és akkor a végén már olyanokról kezdett kérdezni, amihez semmi köze nincsen, hogy én hol lakok, mit csinálok. De ilyenkor te ehhez hívászt nem kell mondani értelemszerűen, tehát ezt megtagadható, persze. de utána ott kérdeztem, hogy segítettek-e amúgy valamiben, hát nem, de akkor még hadd kérdezzek már valamit, és akkor mondtam, hogy jó, hát, hogyha nem tudok segíteni, akkor bontom a vonalat. És akkor de várjon, és akkor végül bontottam, mert nem az a feladatom, hogy így is hogy lelkisegélyszolgálatot nyújtsál, persze. Igen, így is hallgattam 40 percig a síránkozást. 40 percig bírtad? Jézus. 40 percig. Atyaisten. Hát biztos kaptál valami kitüntetést dolgozója. Igen, ilyenkor kitüntetnek? Vagy kapsz prémiumot tényleg, hogyha egy ilyen 40 perces híváson vagy túl? Nem, így jártál, tehát ezzel nem tudnak ők semmit csinálni. Nem lehet könnyű nektek, én azon gondolkozom. Szóval azért ezt megfordítva tényleg, hogy oké, minket hívnak, azonosítanunk kell magunkat, ezért nektek se könnyű. Szóval annyi hülye, amennyi betelefonál, a világon nincs, hogy nem tudja kezelni a telefonját, hogy nem érti, miért annyi a számlája, hogy és ugye nyilván az nem baj, ha valaki nem érti, de amikor elmagyarázod neki értelmesen és úgyse, azért az úgy megdöbbentő tud lenni. Szereted ezt a munkát egyébként, Letti? Én szeretem, tehát nekem nincsen ezzel problémám. Most én tudtam jól, hogy mit vállalok, mert most azért, hogyha azért ti is foglalkoztak emberekkel, még a kicsit is, azért tudjátok, hogy ahhoz azért türelem kell. Volt az előbb a néni is, tehát ilyenek vannak nálunk is, hogy elmondja az életét, de azt nem mondja el, amire igazság szerint kíváncsiak vagyunk. Hát a legeslegdurább ez a 080, nem tudom, ismered-e. Tehát ez mindjárt belehallgatunk. Csak hogy mit kell az ügyfélszolgálatosoknak kibírni egyébként, az hihetetlen. Egyébként tényleg. Letti, köszi, hogy elmondtad nekünk. Ciao. Hello. Miért szeretjük az ügyfélszolgálatosokat? Belehallgatunk? Csak egy picit, nem biztos, hogy mindenki ismeri. Akinek ismeri, össze figyelj. Miért van birkatürelmük, és hogy vannak tenérozva? Figyelj. Nagyon régi. Vezetékes telefonunk van. Halló? Itt vagyok, hallgatom. Igen? Most decembertől váltottuk a kártyás telefonunkat. És semmi gond, eddig nem volt, beleraktuk a mindenfélét, ami kellett. Próbálj elmondani, hogy mi a baj. Ez máma reggel akarunk telefonálni, egyszerűen nem lehet. Kifelé telefonálni. Nem szól? Nem. Egyszerűen befogadja a fogadást, de kifelé nem tudok telefonálni. Mi akkor ilyenkor a teendő? Mondanék egy másik számot, jó, ahol a kolléganők tudnak segíteni. Ez a 0. Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk. 0-6-80. 0-1. 0-6. 0680, igen. 880, 0 tégy ide. Igen, de, igen. Ugye, hogy kemény. 880. És még egyszer 880. Figyelj. Tessék visszaolvasni, jó? Hogy biztos jó-e? Igen. Na, add ide. Igen, pillanat. Nem. 06. 01. 1 nincs, csak 6. 1 nincs, csak 6. Kap a hátulról, de szólj. 06, 68. Nem 68. 068. És birka türelem. Kicsit itt elnevette magát. Igen. 06. Tessék mondani a számokat, jó? Na, hogyan? Ott jön a papa. Igen. 06. Figyelj. 06, az 6. Akkor 68. Nem. Ha nem? 68... Nem, 0680. 0680. Eddig jó. Igen. Utána? Akkor 880. Igen. 880. Szerint. Nem értsük akkor egy választ. És nem. De még. 8080. Nem? Nem jó. Nem jó. Megint nem jó. És mondja. 0680. Tetszik, adom át a... Valakinek a telefon. Papa, figyelj. Jön az erősítés. Egy csókolom. Édesem. Megjött az agy. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Legyen szíves, mondja már a feleségem. Jó. Nem mondott sem. Diszkrét volt. Nem mondott sem, mint a feleségem. Igen. 06. Igen. 80. Igen. 880. Igen. És még egyszer 880. És itt meg, azt gondolod, hogy megvan. Igen, hogy igen. Ez megvan. Tessék visszaolvasni. 0680 280 egymás után a 800 ugye meg, hát mindig két, nem? Nem jó. Hogy milyen kép? De, hát 08 0 8 0, akkor megint 8 0 8 0. Hú, én most igen? Már elvetett alkalmat. Azt megértem. Figyel! Az előbb is adtak egy telefonszámot. Igen, a kolléganőm. Aztán hiába hívtuk, nem jelentkeznek. Hát milyen munkások, legyen szíves, szóljanak oda, hogy hívjanak föl bennünket. Édesem. Próbálja, persze, figyelj. Ők jelentkeznek? Igen, hogyha jó számot tetszik hívni, lediktálom még egyszer, jó? 0680. Igen? Akkor 80 meg 80, megint 80 meg 80. Nem jön ki, nem jön ki. Nem jó. Tessék azt a 2 számot áthúzni, amit eddig tetszett írni, jó? 0680 az jó. De. Jó, így van. Utána 8-as. Igen. 8-as. Most egyenként mondom. Igen. 0. Igen. Utána megint 8-as. Aha. Tehát most 2 8 egymás után 0 megint egy 8. Igen. Nincs ilyen. De újra megint ugyanaz. Igen. De tessék visszaolvasni még egyszer, hogy biztos jó legyen. Most már megvan. 0680 88 0 és 8-as, megint 88 0 és 8. Akkor így jó. Nem jó. És birkatürelem. És még mindig bírja. 8-at írtam 2-szer, meg 0-at, meg megint 8-at. Nem. Akkor tessék az egészet áthúzni, jó? Igen. Megvan ez? Át van húzva? Igen. Akkor lediktálom előről. Új sor. 8. Ne tessék semmit most írni. Igen. Nézzük a papírt most, jó? Akkor tessék lejönni 0. Igen. 6. Megvan. 8. Igen. 0. Megvan. Jó, akkor most egy kötőjelet tegyünk, jó? Kötője. Igen. 8-as. Igen. 8-as. Igen. 0. Igen. Kötőjel. Igen. 8-as. Igen. 8-as. Igen. 0. Igen. Jó, most tessék visszaolvasni. 0680 880 megint 880. Apá, le a kalappal! Picit vártam egyébként, hogy ezt megkérdezi a papa is, a kötőjelet, hogy kell tárcsálni. Gyerekek, le a kalappal az ügyintézők előtt. Le a kalappal, azért értjük, hogy az ő munkájuk se könnyű. Azt írja már meg valaki, az agresszív állat ki volt, arra emlékeztek együtt? Nem a gáz, ne tegezz. Az persze, anyas vagy te disznó. Jó, igen. A csoportvezetővel szeretnék beszélni. Azt a hírek alatt meg is néz. Micsoda? Nő volt. Nem, egy hapsi. De kiderült, utána kiderült, akkor mi még nem is rádióztunk, igen, kiderült, kiderítették talán még a Gáborék, hogy egy nő telefonált. Egy nő telefonál, igen. Anyas vagy te disznó. Ne tegezz! Uram! Nagyon jó. Nagy kívülről tudom, persze. Na, drága ügyfélszolgáltatások, írjatok nekünk, jó? Ki milyen ügyféllel találkozott, ki kivel küzdött, mit nem tudott vele megértetni. Szeretnénk ezt adásba elmondjátok nekünk, hogy hát még jobban tisztelsünk benneteket, mert tényleg le a kalappal az ügyfélszolgálatosok előtt. Szóval ez a telefon bebizonyította, hogy nekik se könnyű. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 06 349, múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, ügyfélszolgálatos témánk van, és ugye meséltem, hogy tegnap engem fölhívtak, és nem azonosítottam magam, megszakadt a beszélgetés. Balázs, ránk szabadítottad a harcis ügyfeleket, nem akarjuk magukat azonosítani. Kérlek, mondd, hogy nem passzióval csináljuk ezt, hanem az adatvédelmi törvény kötelez, ha az adataid által meggyőződünk róla, hogy te vagy a vonal végén, csak akkor adunk ki szerződésekre vonatkozó pénzügyi vagy érzékeny adatot. Így kerüljük el, hogy illetékteleneket tájékoztassunk. Beri, én ezt értem. Jó, na de bárki fölhívhat, hogy azonosítsam magam. Szóval ez egy kétélű dolog. 6 évig dolgoztam call centerben, sokszor olyanok voltunk, mint a lelkisegélyszolgálat. 1 órája tartó üvöltözéssel tarkított hívás végén én már csak annyit kérdeztem, hogy és miben segíthetek. Így nem kellett nekem vontani a vonalat. Igen, ugye arról beszélgettünk, hogy az ügyfélszolgálatosoknak se könnyű, bemutattunk egy-két esetet, amit interneten találtunk. Ezek nagyon régi történetek, de nagyon szórakoztatóak még mindig, hogy hát azért birkatürelem kell az ügyfélszolgálatosnak is, hogy elviseljen. Rengeteg olyan betelefonálót, akit hát nem könnyű elviselni. Hát igen, csak az a baj, hogy felhívnak, és akkor ők elvárnak tőled valamit, egy beazonosítást, elvárnak tőled különböző információkat, miközben ők nem adnak magukról semmiféle információt. Tehát például nekem ez mindig bántotta a csőrömet, amit az előző megszólalásban is mondtam, hogy nem árulják el, hogy honnan szerezték meg a telefonszámomat és a nevemet. Azt nem mondják el, persze. Hát, nem mondják el, mert hogyha adott esetben valamelyik bankról van szó, ahol egyébként számlát vezetek, vagy stb., de van olyan cégektől hívnak föl, hogy azt se tudom, kicsodák, micsodák. és mégis megvan a telefonszámuk. És megvették valakitől? Vagy üzleti partnerük valamilyen? Engem fölhívták, hogy természetesen már adom is. Fönn van a neten. Most töltöttem föl. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Jó reggel, ciao, hello! Te vagy adásban, így van. Dani, hello, te ügyfélszolgálaton dolgoztál, vagy még mindig dolgozol? Kereken 3 éve dolgoztam ott, de már nem dolgozom náluk. A egybetűs kötőjeles cégnél voltam. Ó, hát most egybetűs kötőjeles. Na, melyik lehet? Mindegy. Nem, most így hirtelen nem egybetűs kötőjeles. Nem tudom, mindegy. Mi volt? Volt egy olyan hívás, ami az ügyfélbe telefonált, valami nem működött a SIM-kártyájában. Ezek után elkezdtük átvizsgálni, nézni a rendszer, hogy mi lett a probléma, nem jöttünk rá, maradt az egyszerű jó megoldás. Kapcsolja ki a telefont, vegye ki az akkumulátort. Erre csak annyit hallottam, hogy bi-bi-bi-bi-bi. Megcsinálta a beszélgetés közben. Te mondtad neki, már ne haragudj. Ez így van, és hozzá is tettem, hogy a későbbiekben le is vontak, mert nem mondtam, hogy a hívás végén vegye ki az akkumulátor. És ezért téged levonnak ilyenkor? Igen, nem megfelelő tájékoztatásért levonásjára. Hihetetlen. Tehát ha az ügyfél hülye és megszakítja a vonalat beszélgetés közben, akkor te azért kapsz pénzlevonást, mert nem mondtad el neki, hogy uram, de majd csak a beszélgetés végén. Így van, mert nem volt pontos a tájékoztatás. Igen, igen, mondjuk igaza van, tehát nem vagy egyértelmű. Hát de ki ez a hülye, aki azt gondolja, hogy beszélgetés közben? Hát fia, hát ha csoda. Akivel én beszéltem. És mit gondolt, hogy úgy folytatódik a beszélgetés, hogy uram, leszettem az akkumulátort, mi a következő lépés? Tehát ezt ő így akkor ezt gondolta, hogy ez lesz? Ezen mi sokan gondolkoztunk, hogy benne még hallotott-e utána a telefonban. Uram, itt van? És akkor mennyit vonnak le az embertől? Súlyos összeg, vagy ez csak egy jelzésértékű? Több procedúra alapján nézik, több hívást hallgatnak vissza, abból jön egy 1% és abból vonnak le. Tehát így nem lehet pontosan megmondani, hogy egy hívásért mennyit vonnak le. És akkor föladtad, mi? Nem csináltad? Vagy nem csinálod? Nem. De volt még egy nagyon jó sztorim, ezt szerintem nekem jobban tetszett. Mondjuk úgy, hogy inkább egyik kollégám csinálta. Az ügyfél betelefonált, akkor volt a nagy divat a mobil internet, és betelefonás után mondta, hogy egy gigásot szeretne, hűségidővel. Majd a kolléga annyit mondott neki, hogy egy kis türelmét kérném, le fog menni a pincébe, megnézem, hogy van-e még ilyen csomagunk. Majd 3 perc múlva visszavett ezen a hallgatás után az ismert, és azt mondta neki, hogy megnéztem a pincében, már csak 10 gigás van, jó lesz az is, mire az így fél. Milyen rendes, hogy nem ment megnézni. Jó lesz az is. De miért mondta ezt az ügyfélszolgálatos, hogy ő lemegy a pincébe? Hát ez nyilván szivatta, nem? Nem, egy eladási verseny, hogy ki tud többet eladni, és mind nagyobb csomagból. Éppen ezért így gondolta, hogy áthidalja azt, hogy ne egy gigásat legyen, hanem 10 gigásat. Ja, ez csak egy beállítási dolog, tehát olyan nincs, hogy 10 gigásnak ez csomag. Ez csak egy csomag, amit rátesznek a SIM-kártyára. Köszi, hogy elmondtad, Dani. Ciao. Hello. Szia. Na, úgy látszik, hogy sikerült megtalálni azt a srácot, akit meghallgattunk a 0680 880 880-nál. Laci, és ő volt az, aki annó a 2 helyes idős öreg emberrel beszélgetett. Hát Laci a türelem példa. Igen. A szobor a hős. Itt van velünk Laci. Laci, hello, jó reggel, ciao. Hello. Figyelj, meghallgattuk már, ezt ismertük, de muszáj voltunk újra meghallgatni ezt a 0688 880 880. Hát le a kalappal előtted. Már én is többször hallottam, hogy rádióban volt, és eddig sosem értem, mert most is egy barátom hívott föl, hogy most megy. Mondom, most már írok SMS-t, hogy akkor jelentkezem. Ez mikor történt? Ez jó régi. Ez ilyen 2003-2008 körül. 2003-ban történt, egy jó régi történetről van szó. Igen. Hogy bírtad ezt így? Tehát amikor ugye a mama nem tudja leírni, hogy 0888888, majd megjött papa és érezted, hogy papa sincs a helyzet magaslatán, de még mindig nem röhögted el, csak néha elmosolyogtad magad, lehetett hallani a hangodon. Igen, hát meg van egy gomb, ugye, ezt az ügyfélszolgáltatók jól tudják, amit ugye, hogyha benyomsz, akkor ők nem hallanak téged, de te hallod, hogy ők mit mondanak. Úgyhogy az azért sokat segít. Kinyomtad magad a beszélgetés alatt, és hangosan röhögtél? Akkor volt, amikor elnevettem magam, és azt akkor gyorsan ki is nyomtam, igen, tehát azt nem akartam, hogy hallja a hölgy meg az úr. De nagyon aranyosak voltak egyébként, és ugye az ügyfélszolgáltatóknál nagyon, tehát akik jól csinálják és régóta csinálják, ott érezni, hogy mikor van bizonytalanság, és ugye ez volt az én vesztem is, meg nem vesztem, mert ugye éreztem azt, hogy ez nem ment át ez a telefonszám, és rákéreztem, hogy visszaolvasnál. Igen, és ott indult és az egész. De nagyon jó érzékkel kérdezted meg, vagy kérted meg, hogy olvassa vissza, mert igen, hallhatóan nem ment át. És nagyon intuitív módon rákérdezted, hogy olvassa vissza. Ilyenkor, amikor lebonyolítasz egy ilyet, ilyen flottul 6 percen, 7 percen keresztül tényleg birka türelemmel, ezért megdicsérnek, vagy kapsz prémiumot, vagy ez alap, és mindenkivel így kell? Nem, ez alap. Igen, igen. Hát. Aha. Nyomon követed utána a sorsukat? Sikerült felhívni a támasztát? Fölhívták utána tényleg? Azóta minden rendben tudnak telefonálni. Megtanítottad őket a számok helyes leírására. Még mindig ezen a területen dolgozol, vagy váltottál? Nem, most már ilyen karitatív. A türelmem máshol használom. Meddig bírtad? Hát ez volt az utolsó napot. Utána egy másik szolgáltatóhoz mentem, és végül is 2015-ig csináltam. Hát én kiszámoltam, hogy én Magyarország 10%-ával beszéltem körülbelül, tehát én több mint 100 000 emberrel. Atya úristen. Mert 99 óta. Ők voltak a legsúlyosabbak, vagy ennél volt durvább? Nem, vagy ez mindent visz? Volt durvább? Ők aranyosak voltak. Nyilván nagyon sokféle ember betelefonál, egy idő után már azért lesz 4-5 kategória, amit így meg tudsz különböztetni, de alapvetően ők aranyosak voltak. Vannak azok, akik kevésbé aranyosak, és ők a Janik, meg sok másfajta ember is van. Hát ez kihívás valahol, és egy idő után meg már rutin. Tehát, hogy meg tudod őket nyugtatni, tudsz velük beszélgetni normálisan, mert ugye alapvetően az a cél, hogy mindenki jól járjon, tehát tudjál segíteni is nekik, meg úgy köszönjenek el, hogy... Olyan nem is volt a 15 éves pályafutásod alatt, hogy bontottad a vonalat, mert elég volt, vagy úgy beszélt veled? Nem, bontani soha. Soha? Volt olyan, hogy nem tudtam megegyezni, és úgy tett, idegesen tette le az ügyfél, talán 4-5. De alapvetően nem nagyon volt ilyen. Ez menő, mikor 2-30 éve az ügyfélszolgálatban dolgozó ember beszélget, hány bontott vonalad volt? Egy se. Én egyszer bontottam egyet. Kamu, legalább egyet biztos, hogy bontottál. Na, hát nagyon örülünk, hogy megtaláltunk, nem is gondoltuk volna. Tudtuk, hogy ez egy jó régi anyag az interneten, hát mindenki már omahallgatta, csak muszáj volt meghallgattunk, mert mi is nagyon szeretjük. Igen, nem hittem volna, hogy ez még felkerül, még mindig bejön adásba, mert azért tényleg sokszor, hát ilyen 4-5-ször már volt. Persze, hát ez egy örökös téma, aki reggeli műsort csinál, ezt egyszer meg kell hallgatni, mert nagyon jó. Meg is néztem, hogy a megosztó portálon mennyien. Hát 300 fölött van. Jó az. És lehet, hogy oktatási segédanyag lettél. És koncenteresek meg. Na, ide figyeljetek, így kell csinálni. Hallgassátok meg, Lacit. Ő a szőrösségű, így kell ezt csinálni. Felennyit tudjatok csak a szakmára. Felennyit, gyerekek. Laci, köszi, hogy írtál nekünk. Vigyázz magadra. Szia. Ciao. Hello. Mennyi, Laci? 080? Bontottam vonalat! Hát milyen világ ez, hogy bontja a vonalat? Best of Morning Show. Morning Show legjobb pillanatai. Elő kell, hogy álljak a bizonyítékkal. Na! Húha! Hogy? Húha! Hogy léteznek földön kívüliek. Ne. Szerintem örüljünk, hát végre van bizonyítéka, mert eddig csak hozta ezeket a sztorikat, jó. Tudod? Én örülök neki. Na! Ha tényleg van. Mindig bizonyítékot akartok. Mindig azt szeretnétek, hogy én hozzak valami kézzelfogható. Így van. Valami olyat, ami megrengeti szilárd elszántságotokat abban a sötét, mély, és hát hogy is mondjam, tulajdonképpen... Alpári bugyutaságban, amivel leledzünk. Alpári bugyutaságban és szellemi koszfészekben, ahol ti laktok. Ne, az csak fenn. Így. Ő csak az erkölcsi fertő. Én csak súlyosan prolitírpákálok. Szóval meglehetősen korlátolt szűklátókori gondolkodásotok egy kicsit tágítsam ki, és hozzak bizonyítékot. Mit? És most hozok bizonyítékot, de ha nektek ez sem elég, akkor már semmi nem elég. Feladod. Akkor nem. Állj feladid, ahogy Gáspár Laci mondta. Akkor legközelebb már csak decemberben beszélsz róla? Igen. Hont szűk családi körben. Akkor utána már csak karácsonykor fogok tudni. Mama szedett még a halászléből? Igen. Na akkor mondom. Miki otthon is zsibaszt ezekkel? Ezt nyomja? Mondjátok meg nekem, ti nagyon okosak, hogy az egésznek tulajdonképpen mi értelme lenne, ha nem lennének rajtunk földön kívüliek. Születik egy ilyen bonyolult, megfejthetetlen, komplex rendszer, mint az univerzum, ami folyamatosan tárul, amiben ott van a sötét anyag, ami egy csomó minden nem tudunk. Nem értjük igazából a fekete lyukak működését, az eseményhorizontot. Semmit nem értünk. Sötét anyag az M3-as metrón volt reggel, vágta a körmét. Kérdezek én valamit, nem lenne egyszerűbb, ha nem lenne semmi? Egy ilyen bonyolult, komplex rendszer létrejön azért, hogy aztán tulajdonképpen ne legyen benne semmi. Hát van ennek értelme, nincs benne semmi. Csak mi? Azt gondoljátok? Kei életre szürke állomány. Próbáljátok velem tartani. Jó. Na. Hogy? Mi a kérdés? Most felé ne zavarj már, légy, és ma koncentrálom. Minden szóra. Ja, azt hittem egy erős kérdéssel jövünk most mi. Wikileaks szivárogtatás. Aztán neki. Wikileaks szivárogtatás. Érdekes a dolog, ugye a Wikileaks állandóan szivárogtat, és hát földob olyan témákat, amik ugye az Amerikai Egyesült Államokat és az ő titkos hírszerzésüket, és hát a világ működését illeti keresetlen szavakkal, és bizonyítékokkal támaszt alá különböző magasrangú katonai tisztek beszélgetését, politikusokat, belügy- és külügyminiszterek napvilágra látott e-mailjeit és stb. Ugye hát ezt nagyon sokan szívták már meg. Ez olyan, mint a kanadai védelmi miniszter? Igen, de ő tudod, hogy össze-visszaszedte a gyógyszerét. Ja, értem. Na most azért kérdezem én, mert valaki egy kicsit idősebb, már időskori demenciában szenved, és azonnal hülye? Nem. Azonnal hülye egy kanadai védelmi miniszter? Ha valakinek az asztala ez a téma, ebben a műsorban azok mi vagyunk felülvel, hiszen mi vagyunk a legidősebbek. Még talán a Zsűl is fiatalabb nálunk. Igen. Na, szóval a lényeg, hogy Wikileaks dokumentumok kerültek hát kormányzati szerverekről ki a nagyvilág elé, és nem csak politikai dokumentumokat tartalmaz, hanem nem csak Hillary-vel kapcsolatban, meg az ő e-mailjével kapcsolatban, hanem földön kívüli kapcsolatokról is ír a Wikileaks, és arról tulajdonképpen, hogy egy bizonyos körben ez már teljesen elfogadott, hogy földön kívüliekkel kommunikálunk, megpróbálunk szert tenni tőlük mindenféle olyan energiára, amit ők használnak, de ők is kérnek valamit cserébe. Kormányzati szervek vagy szerverek, már csak az IT-sok kedvéért kérdezem. Na most ugye tulajdonképpen a Snowden is nyilatkozott ez ügyben, hogy teljesen egyértelmű, hogy ugye ő az NSA-ből került ki, és azóta Oroszországban él, hogy ő is egy ilyen titkos adatgyűjtést csinált, és aztán leleplező dokumentumokat jelentetett meg, hogy a földön kívüliek egyébként teljesen bizonyítható módon megpróbálják felvenni az emberiséggel a kapcsolatot. Ezt mondta Snowden. Bocsánat, Feri, ha ennél értelmesebben nem tudsz nézni, ne nézzél. Próbálok pedig. Érzelmes, ne nézzél. 3 hét moszkvai reptéren való tartózkodás után te is már mindent állítasz. Szegény Snowden. Igen. Szóval, hogy... Nekem már szárad a szemem, nem merek pislogni. Érdekes a dolog. Még ha nem is hisszük el, de azért érdekes, ugyanis ezek a Wikileaks által közzétett, korábbi hackerek által feltört titkos kormányzati szerverekről szerzett infók arról árulkodnak, hogy földön kívüli kapcsolatokat próbálunk mi felvenni. A világűrben egy ingyen energiáról szóló háború zajlik éppen, amit mi el akarunk kérni a földön kívüliektől, nullponti technológiák használatát akarjuk megtudni, és názás leveleket is bizonyítanak, amiről egyébként a Vatikán is tud, hogy milyen találkozókra készülünk mi földön kívüliekkel. Nem mondna, hogy a Vatikán is benne van. Hát igen. Ha valaki, igen. Hát persze. Hát nekik ugye pont ez a lényeg, hogy tudjanak mindent, hogy el tudják tussolni az ügyet, érted? Nem ufunauta, Gabriel alkalja. Így van. Nullponti energiával. Az, bármi is legyen az. Igen, és akkor itt tulajdonképpen szó van, megmutatnak, én nagyon érdekes a dolog. Hisszük vagy nem? Érdekes, mert azért mégse arról van szó, hogy valami félbolond elkezdett magyarázni, Wikileaks dokumentumok, be van jelölve minden elérhetőséggel, linkekkel, tehát tulajdonképpen meg tudod nézni, ott van a Wikileaks dokumentumok között angolul. Én is megnéztem, rákerestem, valóban ott van. Hogy most a fene se tudja, hogy ez most igaz vagy nem. A NASA írt egy olyan e-mailt, hogy találkoznunk kell a földön kívüliekkel. Figyelj, hogy megkapjuk a tiszta energiát, amit ők használnak. A találkozón is a Vatikán is képviseltetné magát Terry Mansfield személyében. Terry Mansfield. Aki a Vatikánban a földön kívüliekkel való kapcsolattartásért felelős. Ül ott egy csúvás egy telefon mellett, és néha földön kívüliek Vatikán. Halló! Tessék! Halló, UFO! Halló? Azt írja a NASA e-mailje, hogy találkoztam Obama elnök honoluli gyermekkori barátjával, az amerikai nagykövet Pamela Hamotóval. Persze, honoluli gyermek... Pamela Hamotó! Július 4-én Genfben, és tudtam vele beszélni röviden a nullponti energiáról. Megbízhatónak tartjuk számon, és bemutathatjuk majd Obama elnöknek. A földön kívüliek... egy gyerekkori barátja mit mutat? A nullponti energiáról szóló tanulmányokat. És azt írja, hogy nem annyira sürgős a találkozó egyébként, mert hogy a szomszédos galaxis lakói ahhoz kötötték a tiszta energia technológiának átadását, hogy megszüntessünk minden nemű katonai erőszakot egyaránt a földön és az űrben. Ha magyarul nem adják át. Nem adják át jelen pillanatban, igen. Nem adják át jelen pillanatban. És akkor itt van a Wikileaks-es dokumentum becsatolva, ahol még írnak egyébként az 51-es körzetről, ahol van egy kis félrefordítás szerintem, és hosszú-hosszú leveleken keresztül taglalják, hogy teljesen egyértelmű módon kommunikálunk velük, és ők is próbálnak kommunikálni velünk. És a titkos záradékból ott van, hogy van néhány egész jó áron bérelhető honoluli apartman. Nem, azzal foglalkozik még maga a Wikileaks-es dokumentum, ami értetlenkednek egyébként, hogy miért akarják ennyire nagyon eltusolni ezt a témát, hogy miért nem állnak elő a nyilvánosság elé, holott már nagyon sok katonai katonai vezető, nagyon sok jelentős dokumentum, több tucat hárombetűs ügynökség hozott már nyilvánosságra olyan dokumentumokat, amiből egyébként egyértelműen kiderül, hogy valójában tényleg léteznek és megtörtént a kapcsolatfelvétel. Az olajlobbi. Ráadásul rengeteg sokkoló nyilatkozat volt, ugye, amit politikusok, katonai vezetők, magasrangú katonák tettek az elmúlt időszakban az UFO-kkal és akár az 51-es körzettel kapcsolatban. Tehát a dolog baromi érdekes. Figyelj, hogyha szerintem akkor az olajlobbi áll a háttérben. Tehát, hogyha átadnák ezt a nullponti energia sztorit, nem tudom miért, de nyilván forradalmasítaná a technológiákat a Földön, akkor onnantól kezdve nem lenne szükség arra, hogy ilyen fosszilis energiahordozókat használnak. Olajlobbi. Vagy a gluténmafia. Hát ez a kettő. Ja, de mit csinálunk azzal sok autóval, érted? Na, kezded átalakítani, akkor abban lehetne biznisz az olajlobbinak, hogy nullponti energiává alakítod a robbanó motort. Nem, hát gondolom azért titkos, mert nyilván aki ezt megszerzi, azért az mindenható lesz, és nyilván az államok egymás előtt is titkolják, hogy kinek milyen kapcsolata van. A Snowden nyilatkozott, és ő azt mondta, azért nem egy hülye pali, hogy a legmagasabb kormányzati szinteken folyó kommunikációs és hivatalos sztori, miszerint ezek mind csak meteorológiai ballonok, például egyértelműen nem igaz. Ha valami, akkor ezek a dokumentumok világosan kimondják, hogy az UFO-kat egy a mi intelligenciánkat is meghaladó idegen civilizáció vezeti egyébként, mert hogy ők irányítják az űrhajókat. Mivel a ballisztikus rakéták nyomkövető rendszer és a mélytengeri hangradarok államtitoknak minősülnek, így a tudósoknak nincs hozzáférésük ezekhez az adatokhoz, ugye, hogy mit vesznek az univerzumból. És van ez a DARPA, ez a Fejlett Védelmi Kutatási Projekt ügynöksége, akik ott dolgoznak, biztosak benne, hogy a Föld köpenyében a Homo sapiensnél jóval intelligensebb faj él egyébként, csak nem akarják... A köpenyében? Hát a Föld köpenyében, igen, így fordították, amit a Snowden mondott. Alattunk. Tehát alattam most van egy hát, okos... Hát, mint a világok harcába, tudod. Aha. Igen. És azt mondja, azt mondaná, hogy az elnököt... az Obamát. Jó. Azt mondja, hogy az elnököt naponta tájékoztatják ennek a fajnak a tevékenységéről, elemzők pedig biztosak benne, hogy technológiai annyival fejlettebbnek nálunk, hogy nagyon csekély lenne velük szemben egy esetleges háborúban az esélyük. Azért ez baromi érdekes. Az általános álláspont az, hogy mi csupán olyanok vagyunk számukra, mint a hangyák, ezért nagyon valószínűtlen, hogy kommunikációs kapcsolatba lépjenek velünk, mondja a Snowden. Aha, tehát hogy nem beszélgetnek, de vannak. Azt mondja, ugye, hogy velünk nem beszélgetnek, ezt állítja, hogy tulajdonképpen igen. Szóval érdekes a dolog, most függetlenül attól, hogy az ember miben hisz, hogy miben nem. Van egy Wikileaks, ami azért nagyon sok mindent hozott nyilvánosságra, és nagyon sok mindenkit buktatott meg, és nagyon sok zavart okozott. Itt van a Snowden, aki azért szintén mond érdekes dolgokat. Most tényleg azt gondoljuk, hogy itt élnek a földkéreg alatt, de nem beszélgetnek velünk, mert nem vagyunk elég okosak. Megvan nekik a nullponti energia, de ezt nem adják ide nekünk, és néha elviszik a patakit. Az egy mellékprojekt. Szerintem az utolsó mondatod az igaz. Igen. Tehát az csak egy ilyen mellékprojekt, nem az. Figyelj, nézd meg, hogy működik maga az ember. Igen. Létrehoz tulajdonképpen társadalmakat, mit csinál? Kolonizál. Kolonizálja tulajdonképpen a saját országát, aztán a saját földrészét, a saját kontinensét, majd az egész bolygót. Ha nagyban gondolkodunk, egyébként miért elképzelhetetlen az, hogy nálunk sokkal fejlettebb civilizáció ugyanezt a játszmát játsszák egyébként, csak nem bolygókról szól a dolog, hanem mondjuk galaxisokon belül ugyanúgy kolonizálnak és úgynehogy gyarmatokat építenek. Hát tulajdonképpen az ember is így működik, csak a saját agyunk által, még be vagyunk határol, nem tudunk elmenni a Marsra és ott kolonizálni vagy kolóniákat létrehozni. De az ember így működik. Tehát nekik nem? Már van, ez csak mi még, de akkor mi még nem vagyunk kolónia? Hát de letaroltunk mindent. Szaporodtunk, megsemmisítettünk, itt vagyunk, föléjük, tovább megyünk. Tulajdonképpen ezt játsszuk mi is. Hát akkor ez miért elképzelhetetlen, hogy nagyban ugyanezt történik? Simán lehet. Lásd, galaxis útikalóz toposod. Most kiderült, ugye, hogy... Te csak kérdezem, hogy te ott vagy. Nem, én azon gondolkodom, hogy most ebben a pillanatban biztos van egy ilyen beszélgetés, hogy háló, igen, Viktor. Figyelj, ha a Vikire kapcsoltam, az megengedem cikkni, hogy Janikám, hogy lehet, hogy az Obamát most tájékoztatják erről dolog. Én hogy nem tudok, nézzetek már utána, jó? Kövér László ül a parlamentben, és telefonál a gyerek. Ha kell, oda repülök, csak most a Tony használja a koktát. Tulajdonképpen ugyanezt történik, nézzék, 50-100 év múlva elmegyünk majd a Marsra, elmegy 2 ember, 3 ember, lakhatóvá tesszük, 100 évet, 200 évet, ott is lakunk. Teleszemeteljük, megmérgezzük. Ez van a Földdel is. Itt voltunk meg, minden lehetőség. Meg volt, elszúrtuk, megyünk tovább. Tulajdonképpen ez nagyban ugyanúgy megtörténhet, nem? De csak nem ez a kérdés, hogy megtörténhet-e, hanem hogy akkor most itt a Wikileaks azt mondja, hogy ők itt vannak már. Igen. Érted? És hogy magasabb vannak velük, hát hogy beszélgetnek. Igen, hát nyilván valahogy lehet, hogy... Jó, de közvetítőn keresztül, tehát nem közvetlenül. Aha. Mert ott van térjanya. Térjanya nem közvetlen száma, vagy mellé kellene kapcsolni. De közvetlen, az egy ilyen piros vonal. Uh-huh. Oda természetesen van bejön. Micsoda? Micsoda, ez most megtalék, ez biztos nem lehet a Vatikán. Háló, tessék, közöttségem, Teri anyával szeretnék beszélni már. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot az UFO-kkal. Találtunk valamit a köpenyben. Hátul a kertben. Nem tudom, én nagyon-nagyon érdekes ez a téma, én nagyon szeretem. Én szeretek ilyen dokumentumokat. A hangfelvétel meg a dokumentum, azt szerintem önmagában semmi. Videót kellene már tényleg látnunk, valami olyan képfelvételt, ami ilyen nagyon direkt van, nem elmosodott, nem kusza, nem hú, így balról jobbra bevillanó ilyen kis pontok, hanem valami igazi, valami kézzelfogható dolog, amire az egész világ azt mondaná, hogy tessék, ez igazi, ezt elhisszük. Ezek ők, ez egy idegen civilizáció képviselője, és igen, felszeretné velünk venni a kapcsolatot, igen, itt vannak. Biztos, hogy van ilyen. De hát hangfelvétel sincs. Rendes. Milyen hangfelvételt ezt bármikor bárki gyárthat. Tehát van néhány ilyen videótok nektek, UFO hívőknek, ahol ugye egyszer kiderült, hogy valami bogár szétkenődött a hajdú szélvédőjén. Ne ilyenekből induljunk már ki, hogy ilyen félkopasz, ilyen, nem is tudom, ilyen műszálas tweedzakóban üldögélő UFO szakértők háromszál hajukat átfésülő a másik oldalra 60 évesen egy szódás szemüvegnyi szemüvegbe ülnek benne a mokkába, és azt mondják, hogy ma pedig vannak. Hát azért az ételezzük föl, hogy tessék, hát azért nem ők a null pont azért, nem ők a nullponti energia, nem ők a vákum állapot, érted? Szóval, hogy tudjuk, ha nem Teri anya. De hogy akkor miből indulsz ki, ha nem ebből? Mert másod nincs. Ezen kívül, hogy a földkérekbe raknak. Hát Patakjától a rémálmat. Vagy esetleg. Tényleg a Wikileaks ír a Patakiról. A Wiki ír a Patakiról? Már Wikileaks. Egyébként ez érdekes kérdés. Ugye, mert ha ekkora ott az UFO ügy, tehát hogy ennyire tudnak mindenkit, akkor egy ilyen hiteles személyiség nincs benne a Wikileaksben. Nem, mint ott is. Nem tudom, engem ez érdekel. Én baromira szeretek ilyeneket olvasgatni. Újabb titokzatos beszélgetést rögzítettünk a Pataki telefonján. Egy titokzatos emberrel... Zárójában Göme folytatott beszélgetést valami gázsiról, vagy gázsiról. Göme elégedetlenül jelezte Attila felé, hogy 25 év után azért arra gondolt már fel lehetne. Balázs, miért nehezíted meg mindig, hogy szeresselek? Igen, szerintem a Matolcsóban is idegenek laknak, nyomják a szemét belülről. Tényleg, mint ahogy hívják a Men in Black-ben, hogy ott bent ül valamilyen kis krambó, és nyomja balra vagy jobbra ott a kormányokat. Értem. De mi van, ha ők egyébként hordoznak hoznak magukkal egy sokkal fejlettebb energiát, de azt mondják, hogy tulajdonképpen nem vagytok kész arra, hogy nektek ezt átadjuk. Ugyanis elpusztítanátok vele önmagatokat. Tehát majd, ha az emberiség megéri azt a fajta spirituális fejlődést, akkor odaadják ezt. De akkor minek húznak minket vele, ha nem adják oda, mert nem vagyunk rá elég fejlettek. Hát mert figyelnek bennünket. Van egy nagyon fejlett energiánk, de ezt kaptok belőle. Primitív kis nézik, segítik, tulajdonképpen itt vannak, és segítik a fejlődésünket. De közben pusztul az egész bolygó. Tehát segítsenek már valamivel. Tehát, hogy legalább ezeket a szemétszigideket tüntessék már a csendes óceánról, hogy valami, hogy ne fulladjanak meg a bálnák, ne egyék meg a halak. De pont ez a fejlődés lényege. Hogy megkapod a lehetőséget, hogy elbuksz, vagy megoldod. Ha elbuksz, kezdődik előről. Ha megoldod, akkor tulajdonképpen legyőzted önmagadat és megoldottad. Érted, ők nem fognak beavatkozni. Csak itt vannak és figyelik. Ez a lényege a dolognak. Hogy mire képes az emberiség. Megöljük önmagunkat, és vége van, csókolom, és ennyi volt, 7 milliárd ember megy a kukába, és kezdődik minden előről, vagy rájövünk, hogy ez nem egy jó út, amin vagyunk, és találunk egy másikat. És elkezdjük kísérleti telep 2.0 megint kihúzva, nem sikerült neki. Írják az UFO-k ezt így? Az UFO-kok. A UFO-kok. Ja. Igen. De megbuktunk. Mi történik? Mit látnak? Ha ők valóban fejlettebbek, és spirituálisan, és technikailag, és a technológiában, és mindegy fejlettebb, mit látnak? Egymást egyébként halomra lövő, birtokló, önző, a természetükkel nem harmóniában élő, kapzsi, gyarló emberek sokasságát. Hát minek adjanak ennek a típusú emberiségnek bármit, ami egy magasabb energiát, vagy egy magasabb hitet szolgál. Miért? Majd, ha elérsz oda, vagy elpusztítod önmagad, hülye voltál, majd akkor megtanulod újra a leckét. Érted? Nem? Hát akkor adjanak valamit, ami gyorsan és fájdalommentesen öl. akkor miért nem ölelik ki az egész? Mert akkor hogy hívják, hogy jót tesznek a bolygóval. De azzal is beleszólnak, azzal is elintézik helyetted. Old meg te magad. Old meg, te oldja meg a gyereked, oldja meg az unokád. Érted, vagy mindannyian elpusztulunk, mint? Az állatok felélegeznek végre, hogy hú, érted. Igen. Te ilyenkor iszol este valamit, vagy? Nem, keveset. Nem, az a baj, hogy még mindig részeg vagyok. Nem kell innom, mert még mindig nagyon részeg vagyok. Mi helyzet Marsi Janikóval? Na jól van, ennyit erről, jó, hagyjatok békén, ne, abba hagytam, nem, ez gyerekek, komolyan mondom. Zsülted be neki a kenyért, mindig rokedelesz tőle egy jó szilkártága, a kis fromerozét. Mit? Kis fromerozé? Rohagyatok ki meg. Vagy az ufótól a... Ufótól a napolajat, Balázs. 7-8 múlt pontosan 3 perccel. Gyerekek, mindegy. Remélem azért ti ott a másik oldalon. Egy picit talán velem vagytok. Ti ott a kérekben, a köpenyben. Nyolc lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, földönkívüliekről beszélgetünk, Wikileaks-es dokumentumokról próbáltuk megfejteni, igaz vagy nem. És hát nagyon érdekes SMS-ek jönnek. Bali gyógyszerre ne így áll, Attila, köszönjük szépen. Megértem az ufokat, én sem szívesen alszok szobában majmokkal. Balázs, ne vív szellemi harcot fegyvertelen emberekkel. Igen. Egy alacsonyabb rendű intelligencia például az emberiség megértheti el, felfoghatja egy magasabb rendű intelligencia létét, például a hangya érti az emberiséget, kérdezi egy hallgató. Én hiszek neked, Bali, ezért kapsz egy lájkot a Facebookon. Nagyon helyes, akartam mondani, nem akarod ezeket a cuccokat oda terelni a jól működő Facebook oldaladra. Majd ott is osztod meg napi posztról. Volt, tegnap volt posztom, úgyhogy teljesítettem a napi posztot. Ezért robbant fel a Samsung telefon. Miért nem segítenek benne? Igen. Egy milliárdot bukik rajta az agyacég. A spirituális fejlődést elértük már, az EZO TV közvetítő Viktor János barát. Van egy remek film, ami feldolgozza ezt a témát, Serif és az idegen. Hát ez az. Jó, oké. Hát akkor elmondom nektek, hogy ti mindig azt jelentük, hogy nincs bizonyíték. Hát és hogy hozzak végre valakit, aki találkozott földönkívüliekkel. Mutassak meg nektek valakit, akinek végre elhinnétek, hogy vannak földönkívüliek. Igen, és ne Pataki Attila egy az. Hát akkor hallgassátok meg ezt a beszélgetést. Erzsi, itt Miklós már az előbb elmondta, hogy te egy másik bolygóról érkeztél. Sajnos igen. Melyik bolygó ez pontosan? Az Íris. Íris bolygóról érkeztél. Ott milyen az élet, mi a különbség? Milyen? Sokkal szebb, mint itt a Földön. Szebb. Más az élet. Miklós azt is említette, hogy te kommunikálsz ezekkel a lényekkel, azt mondta. Hát kénytelen vagyok, mert megkerestek. Mit mondtak neked? Még kitaktunk. Hát? Nem beszél. Ez úgy sugarazza bele az agyba. Tehát gondolatátvitál van. Igen, pontosan. Tehát érzed, hogy mire gondol, és te is nem kell kommunikálni verbálisan, gondolat. Mi kell még nektek? Ugye? Erről igen. Van szó. Most kezdtek megtérni. Várjál. Tehát akkor ezért nem érted. És ilyenkor információt adnak át, vagy ilyenkor mi történik pontosan? Igen. Információt, mert én nekem van egy furcsa küldetésem itt a Földön. Ők akkor hitték el, hogy létezik ilyen, amikor az udvarunkba leszállt egy kisebb űrhajó. Hát, én komolyan mondom, hogy na, itt a vége. Szóval ennél többet én nem tudok nektek hozni. Na most tényleg. Most, de tényleg, most mi kell még? Most mit hozzak még? A 180 még nincs, most olyan 75 fokos fordulatnál vagy. Kezdek tényleg átállni. Ki? Erzsike? Erzsi a földünk. Íris, másoknak Írös bolygó. Írös. Ő az Íris bolygóról jött, így van. Aha. A küldetése. Az ott, mint hogy nekem ott feltűnt, hogy ez egy vágott anyag. Ki akarta eltüntetni az információt, hogy milyen küldetéssel tartózkodik a Földön az íriszi Erzsi, illetve az őriszi Erzsi, illetve az őriszi Erzsi. Makói piacon vegyen pamutbugyit olcsón, ezért jöttünk, Balázs. És vigye belőle mintát. Igen. Lehetőleg. A fény. Ezt láttátok ti? Mit történt pontosan? Teljesen nagy világosság volt, és akkor utána meg világított a szembe, mikor kigyűjt az űrhajóból. Azt a rohadt életbe! Most vagyok 90 fokban. Mit hozzak még nektek? Komolyan mondom, mit hozzak még nektek? Hát világított a szembe, mikor kigyűjt a hajóból. Mi kell, rajzolja le, fotózza le? Hát nektek semmi nem elég. Rohadékok vagytok tényleg. Aki 3 igazán... ember beszél arról, hogy és én ezt is kirögítek. Ő ki volt, ő a férje volt? Ő a férje volt, Péter? Igen. Így van. Péter. És utána még nem mertem kimenni az ilemhelyre. Inkább megszaltam a sarokba. Egy van, inkább a ponyakúr erre nem is emlékeztem. Nem mertem kivenni az élemhelyre. Hát, meg volt ijedve. Hát, Na, szóval komolyan mondom, nem tudom, hogy ennél durvábbat tudok-e hozni. Nem tudom, hogy tudok ennél jobbat hozni. Hát figyelj, nem tudok nem hinni egy embernek, akin sportfeliratú melegítő felső van. Ne a ruhája alapján ítél meg, hanem az alapján, amit mond. Igen, a tudás. Azt hittem, hogy még ott van. Ezt te is láttad, Miklós? Láttam. Otthon voltam akkor éppen. Ki? És akkor érkeztek a lények, Erzsi? Akkor jöttek a lények? Igen. Váratlanul gyűjtek, igen. Nekem adtak át egy üzenetet. Ezek meg spuriztak be a másik szobába, mert majd frászt kaptak. Menjetek be tiszta szobába, mert itt vannak a urak. Spuriztak. Mekkora szóisten spuriztak. Jó, hát ez elég további dokumentumokat. Bocsátok a világ szín elé. És te kimentél? Nem, megvártam, még ügyön oda, hát mert... Hát mégiscsak. Hát én vagyok otthon. Igen. Csak nem én megyök a helyibe. Akár most is tudsz velük kommunikálni? Igen. És ezt hogy kell elképzelni? Ezt hogy zajlik, Erzsi? Hogy kell elképzelni? Igen, tehát megmutatod, hogy hogyan... Úgy kell elképzelni, mint hogyha maga nem szól semmit, és gondolatba elgondolja, magyarázza, hogy mit szeretne, mi történne. Ezt ők chips segítségével. Chips is van. Amit nem mikor ütetik az agyába, akkor már utána hallja. De fókhagymás. Nem, és azért vagytok rohadékok. Azért vagytok rohadékok, mert én úgy érzem, nektek tényleg semmi nem elég. Én befejeztem, én nem tudok több dolgot. Én szivárogtatok itt folyamatosan, érted? Hoztam az igét. 100 foknál vagyok. Most a chips meggyőzött. Így van. Nagyon szimpatikus lelkitársam ő. Erzsi. Jó Istenem, na jó van. Egy chips segítségével berakják. Van egy rész, hogy megkeres, amikor kommunikál is, amikor beszél. Na jó van. Okay. Ott adásban beszélt ufóval? Beszélt. Hát, hogy én de úgy, hogy furcsa, tudom, hogy furcsa, nem hiszik el. Sok embernek fura, igen, hogy leszáll. Nagyon furcsa mindenkinek, és természetesen igazuk, hogy röhelyösnek tűnik, de majd akkor nem lesz röhelyös, amikor majd legyünnek. Na, ez a végszó. Ez a végszó. Röhögtök itt rohadékok. Röhögtök itt rohadékok, aztán majd megkapjátok. Így van, megdögletek majd. Csak én muszom meg már a chipset. Megdomáljuk. Beszaladnak a kis szobába addig a petjék. Hogy ne legyen gond. Nincs bennetek semmi tisztelet nincs bennetek. Sógor is a zseblámpával, azért volt világos. Pont ilyen. Jó, de kezdünk hinni, hozz még bizonyítékokat. Tud erről még valaki egyébként, a környezetetek? Mondtátok ezt valakinek? Nem. Egy pillanat. Nem. Sokan nem hisznek bennetek, ugye? Ingával. Ingázik. Aha. Válaszolt az inga. Most egy finomabb dolgot kérdezek. Hülyének tart ugye a népnek egy része. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Látjátok, hogy kirabolták Hozsó Teaházát? Nem Kozsó Teaházát, Hozsó Teaházát. Azt, ha én hallottam, hogy mindenkinek van teaháza. Nem, ez ugyanaz a teaháza. Nem, csak Hozsóknak és Kozsóknak. Igen. Zsóknak van. Zsókra. De most Hozsó Teaháza, az a Kozsóé volt. Ugye, hogy a Hozsó Teaháza régen Kozsó Teaháza volt? Igen, ez a Kozsó Teaháza, csak ott a teknős béka az bemászott valami asztal alá, és el kellett adni az egész kócerájt, és akkor így vette át a Hozsó. De főleg, hogyha nem nyomtatva van, hanem mondjuk kézzel van megírva a szerződés, mert akkor a hitelezőknek lehet mutatni. Nem Kozsó, Hozsó. Nem én voltam. Igen, egyébként a történet nagyon szíves, azt mondja, hogy Portik fiaként és Vizovicki keresztfiaként mutatkozott be, önmagában meggyőzte Hozsóékat, hogy bizony kemény fickó az illető. Szülinapot akart szerveztetni, majd mikor visszatért tárgyalni Hozsóhoz, aki nem Kozsó üzlettársával tárgyalt, az italába tehetett valamit, amit ő elbóbiskolt, a pasi meg kirámolta őket. Hát ez valami elképesztő történet. Portik fia, Vizovicki keresztfia. Hozsó, aki még mindig nem Kozsó, gyorsan elszáguldott a Dubaj hotelbe, mert ugye emberünk azt mondta, hogy ott lakik, de ott is hűlt helyét találták a tolvajnak, aki, mint kiderült, a dubai hoteleseket is átverte, 6 napig nem fizetett semmit. Nagyon vajon 6 napig készült a dubai hotelben a Hozsó elleni kirablásra? Ott terveltek ki, hogy mit tegyen az italba. De mit viszel el egy teaházból? 3 feketete a filtert, 2 zöldtelt és 3 vízforralót? Napi bevétel? Hát most azért én napi teaházba, gondolod, de mekkora bevétel van. Beülnek hárman a 600 forintos teára, és 4 órát ülnek egy tea fölött. Ami nem kifizetődő, az a teaház. Kérünk 2 teát, és meddig ülnek azon az asztalon? 3 órás beszélgetés, és nem tudod őket elküldeni, de nem fogyasztanak más. Fél üveg házméz, hát ezt se hagyom itt. Igen. Repcenéz, ezt kerestem, felkeltett a tolvaj, majd elrohant. Persze nyilván nem rögünk senkinek, hogy nyomán föl is hívjuk Hozsót olyannyira, hogy mondja el nekünk ezt a történetet, de ki lehet ez a furfangos tolvaj valójában? És napokig gondolkodott rajta, hogy vajon kire hivatkozol, hogy kinek a kia, vagy kik a legfélelmetesebb emberek most az országban. Azért ez komoly névsor. De ezen a zöldteknősön átökül, hát Kozsót ugye ott beperelték meg, ott zárjegy nélkül, vagy mit tudom. Ez a zöldteknős? Az átvette Hozsó. Lehet, hogy Kozsó keresett valakit a telefonkönyvből, hogy kinek adnál, és ugye Kozsó kezdve Hozsó volt. És az azt mondja, hogy hol egy Hozsó. Jött Hozsó, beköltözött a zöldteknősbe, majd egy dubai, egy kamu dubai azonnal kipakolta a zöldteknőst. Ezen vannak helyek, amin átokül, nem? Igen. A zöldteknős akkor ilyen. Nem szabad nyitni semmit. Hát, jó biznisz egy ilyen teaház egyébként. Tehát, hát nagy haszon van a teán, de sokat kell belőle eladni, de most annyit kiiszik senki. Hát most gondold el. De mondjuk Kozsó ideje alatt állítólag más is futott. Jó, azt nem tudjuk, azt nem tudjuk, ezt csak hallottuk, tehát ezt nem állítólag így van. Mondtam, ezt én így olvastam, hogy abból azért meg lehetett élni, de... Muffin. Az csokis muffinokat úgy vitték. Itt van Hozsó, várj, mindjárt megkérdezzük, hogy mi történt. Hello Hozsó, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Szia, hello. Figyelj, ez ami nagyon szövevényes történet. Hol tartotok, vagy nem tudom. Próbáljuk fel, próbáljuk. Pont a Amsterdamban ülünk a Lalával, és itt éppen így el tudtatok érni. Bevásároltuk a teaházba. Mi lesz? Mit fogyasztotok? Magic mushroomot? Mindenféle okosságot. Amit találunk, az hiszük. Amsterdam ilyen hely. Figyelj, ennyire neki keserető, hogy kiraboltak, hogy egyenesen elmentél Amsterdamba? Valahol kell felejteni. Hát valahol muszáj selejteni, úgyhogy ide kijöttünk, de menjünk tovább itt a Lalával. Amerikában egy óvatos turnéra itt azért elugrunk a nagy stressz hatására. Ti még mindig együtt vagytok. Mindig akkor is együtt lettünk, amikor már ja, és Istenem, írunk nektek, vagy a finom búcsúdát, de minden aki együtt. Igen, ti tovább lesztek együtt, mint amennyire mi együtt leszünk. Most jelen pillanatban legalábbis ez így néz ki. Na figyelj, és most ki az, aki kirabolta a teaházadat? Egyáltalán az a teaházad? Ez nem az én teaházam, annyi, hogy ezt mi üzemeltetjük. Tehát a Kozsó a jövőbeni időkben, tehát inkább a zenével szeretne foglalkozni. Szabad kezet kaptunk tőle. Tulajdonképpen mi üzemeltetjük a helyet, van egy társam, akivel együtt visszük, és próbáljuk a régi fényébe felhozni a helyet, mert amikor a Kozsóval én találkoztam egy 3-4 hónappal ezelőtt, így mondta, hogy egy üzletvezetőre lenne szüksége, és akkor így körbejártuk a helyet, és tulajdonképpen abból a beszélgetésből indult egy kicsit komolyabb történet, és amikor én megláttam magát itt az öltek, most akkor én nem is tudtam, hogy ilyen fantasztikus helyek vannak ott belül, tehát én mindenféle ilyen szaparéktól kezdve különböző egy szaparék. Na, és akkor most kirabolt ki? Vagy kirabolta ki ezt a helyet? Annyi, hogy csütörtökön volt egy ilyen grand opening party, és oda lejött egy úriember, aki mondta, hogy egy zárt körű születésnapi partit szeretne szervezni, és hogy nagyon fontos emberek jönnek. Tehát itt elég komoly neveket említett az éjszakából, és hogy kinek a fia, és hogy kinek a keresztapja, és hogy az egész elházat zárjuk le, és hogy a pénz nem számít, csak az, hogy senki ne jöhessen be, hogy foglaljunk le 20 autónak parkolót a parkolóházba, és hogy megvoltak az igények. És tulajdonképpen azért volt hiteles, mert olyan dolgokat mondott, amikről így a internetről, még jobban arra én is így tájékozottam. Tehát így hogy ő a Portiknak a fia, és hogy az anyukája $1,5 milliárddal lepelőket, és tehát így sorba sorolt olyan dolgokat, amik így valósak voltak, és azzal altatta a társaságot, a üzletvezetőt is, engem is, hogy nem sokára hozza a társa a pénzt a foglalóra, majd én pénteken 2-től 8-ig este ott ültem vele, és tulajdonképpen mondtam, hogy elment az egész napom rá, így hallgattam az egész életed, ez fantasztikus volt, legközelebb gyere vissza, hogyha van valami érdemben, valami érdekes, és másnap este visszament zárásra, és megvártam, míg elment a személyzet, a portások, mindenki, és tulajdonképpen hosszú órákon keresztül hitegette az üzletvezetőt, hogy nem sokára itt vannak, várjon, és tulajdonképpen ilyen hajnali órákban megmagyarázhatatlan okoknál fogva az üzletvezető elbóbiskolt, nem tudjuk, hogy mitől. Elaltatták, hogy belekevertek valamit az italába? Én ilyet nem mondok, de bármi benne lehet a dolog, de minden esetre furcsa, hogy egyik pillanatra a másikra elkábultott az üzletvezetőnk, és egyik szeparéban ébredt reggel, és tulajdonképpen az aznapi bevétel és a dolgozók bére benne volt a táskájába, és nagy valószínűséggel ezt eltulajdonítottam, mert reggel, amikor magához tért, én nagyon tómás állapotban volt, és Atya Úristen, ment a táskája az múlt egyből, és onnan kitette a pénzt. Ráadásul a szüzességét is irathatja. Hát arra lehet, hogy ez is kábult, tehát nem tudjuk, igen. Figyelj, és ennek a rablónak volt neve, vagy őt hívták valahogy? Teó volt a beceneve. Tehát Teó néven mutatkozott be. Teó, igen. Teó. De azóta már megvan egyébként a becsületes neve, és azt nem tudom, hogy be lehet-e mondani nálatok. Keresztnevet nyugodtan, hát vezetéknevet nem ad, keresztnevet mondhatunk, hát bár... Jó, Eleknek hívják, Elek a becstelen neve. A dubai Elek. Igen, Elek. Tehát tulajdonképpen kiraktuk az internetre így a biztonsági kamerás felvételeket, és az az érdekes, hogy Teó, aki Elek. Aha. Igen. Hogy? Nagyon sokan hívtak föl a hasonló sztorikkal, tehát a környező vendéglátóegységekből is hívtak, hogy ugyanezzel a sztorival ment, tehát így végig haknúzza a Budapestet, és így tulajdonképpen egy pici telefontolvaj ő, mert mindig az üzletvezetőnek a tolvaja, vagy a telefonját lopja el, hogy nára, hogy lemerült a telefonom, hogy odaadnád egy percre, és kiszalad az üzletből. Csak nálunk kicsit húsosabb volt a fazék, és így hát nekünk szerencsétlenségünkre, neki szerencséjére így sült el ez a dolog. A rendőrségen ismerik az úriembert, úgyhogy bízok benne, hogyha esetleg ti is kirakjátok a Facebook oldalatok a fotóját, akkor hát a hallgatók közül valaki felismeri. Olyan aranyos vagy, Hozsó, ahogy te ezt így mondod, ezt a történetet, kicsit naív vagy, hát ha valaki felismeri, hát nyilván nyújt helye van, tehát hogy... És ugyanígy te a házüzemeltetése átadó. Igen. Elég volt, köszi. Vannak helyek, amíg nem születek szerencsi csillagzat alatt, hát ez most már azért így megjárta a poklot, igazából ez a hely. De egyébként, hogy nem tudom, hogy voltatok-e már lent, tehát én is hallottam a régi dolgokról, meg én 3 évvel ezelőtt is voltam, de én nem tudtam, hogy mi van itt ezen a helyen, hogy mennyire szép, és tényleg ez Európa egyik legszebb háza. Tehát nektek is ajánlom, hogyha esetleg... Nem, aztán engem ott becsinálsz valaki, érted? Soha nem, oda megyek, érted? Elviszik az ifolomat, ott a szeparébe, meg becsinálsznak, hát az jó hatos. Hát de végre lesz egy jó estét, tehát egészen már. Jön Elek, aki Teó, aki Elek, érted? Becsinálsz, de elvesz tőle mindent, hát azért óvatosnak kell lenni. Na jól van, és akkor most mentek Amerikában? Most már Lalával megyünk, igen, megyünk most Floridába, onnan New Yorkból föl Kanada, Kanadából visszafelé lesz egy München, egy London, tehát ilyenkor ősszel nyomjuk le a nemzetközi bulikat ide Kozmixra. Turné! A világjáró turnénak a Kozmix. Hát ez menő, ez menő. Hát és lett volna egy Ausztrália is előtte, csak az már nagyon erős lett volna, akkor 2 hónapig nem lettünk volna itthon, és akkor kiviszi a teaházat, meg a Lala és a fagyizót kivinni tovább. Hát addig 20-ra kirabolnak. Hozsó, teaház, Lala, fagyizó. Lalák fagyizója van? Persze, nagyon... Na minden, nem reklámozom, de... Csókoltatjuk a Lalát, kedvelem őt nagyon egyébként. Itt ül mellettem. Csak már nem tud beszélni, annyira be van gombázva. Éppen denevérekkel küld, és azt mondja, hogy vá! Lalának fagyizója van, de télen az is teázó. Igen, Lalával, hát ezt én megosztjuk. Én járok a Lalához fagyizni, meg hozzám télen teázik. Én úgy akarok élni, ahogy ti. Komolyan mondom, én úgy akarok élni, ahogy ti. Ez annyira jó. Jól megy a téli fagyi. Annyira jó. Egy téli fagyi, és most kijöttünk kicsit ide Amsterdamban megnézni, hogy pont amíg itt van, elég nagy szívás, meg van egy 5-6 óra. Az Amsterdam a szívás. Amsterdam a szívás. Az nagy szívás. Amsterdam gyerekek, oda az nagy szívás. Eljött eszembe, Lalát fordíts meg, ha nagyon nyomja az arcát a nemes alkoholat. Annyira figyeltek, hogy egy Bors vagy egy Blik olvasó riporter ott is van. 5000-ért eladnak bennedeket ott a piros lámpás negyedben, csak óvatosan aztán ott a nyitott zónában. Na jó van. Hétközlap és valamiből kell itt próbatosba hangtűzgatni. Srácok, köszönöm szépen, hogy hívtatok bennünket. Vigyázzatok magatokra. Megjött a Greenkeeper? Igen. Rábögtél a prospektusba, hogy melyiket választod? Minden, persze. Vigyázzatok magatokra. Igen? Ti is vigyázzatok magatokra, és hogyha szeretnétek egy fantasztikus búcsúdalt, akkor szóljatok nekünk, megsiratunk, és marha jó dal lesz. Mehet, azt csinálhatok egyet. Mi nem akarunk se sírva búcsúzkodni, se búcsúzkodni, se magunkat temetni, de hát sosem ez volt a meggyőződésünk, nem így csináltuk, bár már pár ilyet végigcsináltunk, de nyugodtan, ha írtok nekünk egyet, leadjuk. A Peti most írt nekünk egy dalt, a Polgár Peti, Huna Freki címmel. Ez egy picit szabadkodosabb. Igen, igen, jó lett. Ha írtok, szívesen leadjuk, komolyan. Jó van. Jó? Itt a repülőn megírjuk, aztán megtudjuk is, mire megértünk. Jó sok meló lesz benne. Aztán óvatosan, ha mi Amsterdamban történik, az Amsterdamban marad. Jó? Vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Ciao, hello, hello, hello. Teó, aki Elek, Elek, aki Teó, kirabolja a zöldteknős Hozsó által bérelt teaházat, begynázza az ott dolgozót, és szeparéban ébred. Imádom az ilyen sztorikat. Persze nyilván ez szomorú, meg hát sajnáljuk, hát azért is beszélünk róla, még a Hozsóik a baromjában vagyunk, tehát nem rajtuk röhögünk, ők a haver szinten vannak, de hogy közben azért nagyon szövevényes történet. Nem? Viszont, hogy most Teó hallotta, akkor valószínűleg már is indult Lala fagyizója felé. Igen, Teó azt hallotta, hoppá, ezek nincsenek idő. Oké, okay. Egy gibébálom jött a második. Igen. Elrob 2 kiló eperport, meg 4 kiló tejsavóport. Kárpigi, kárpigi, Anni. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Olasz lapokban mindenki megírta egyértelműen, és azt mondták, hogy sok kérte az eltemetett várost, és a magyar turisták viselkedés ékes példája a kultúra, valamint az érzékenység teljes hiányának. Aha. Azért is különösen gáz az ügy, mert hogy nem csak egy egyszerű romról van szó, hanem ugye tudjuk a történetet, hogy ott nagyon sok ember halt meg annak idején. Tehát mondjuk, ha ez egy másfajta rom lenne, amihez nem köthető, talán egy picit megbocsájtó, vagy akkor se szép dolog, tehát nem akarom menteni a dolgot, hogyha valaki mondjuk nem tudom, a pizai ferdetoronyjal viccelsz, hogy tartod, meg még ha rá is kapaszkodsz, akkor se. Itt ugye van egy olyan dolog, hogy ott emberek hunytak el a vulkánkitörés miatt nem kevés számban. Tehát valószínűleg ez is benne van, de megint egy bélyeg rajtunk, hogy mi magyarok ilyen turisták vagyunk. Sajnos, ez lemoshatatlan. De szerintem ezt mindenki csinálja, tehát ez egyébként nem csak a magyarokra jellemző, ez most szerencsétlen, hogy erre most pont magyarok másztak föl, és az olasz sajtó most bennünket szít, hogy mi milyen kulturálatlanok vagyunk. De ha fölmész a várba, vagy elmész a Hősök terére, hát ott állandóan a szobrokról rángatlak le turistákat, persze. Meg a várba is mindenki fölül a lovasszoborra, meg. Tehát, hogy mindenhol mindenki felmászik. Ha kútra, akkor azért, mert az egy kút, és fel kell mászni. A Hősök terén minden szoborról lerángatnak, tehát valahogy a turista érzi azt, nem, hogy fel kell mászni valóban, és onnan kell egy fotót csinálni. Igen, hogy legyen egy olyan fotóm, ami nincsen senki másnak. Most tehát keresünk egy olasz turistát, aki fölmászott. Hát, talán az lehetett, tehát hogy azért vannak nagyon kiakadva, mert a pompeji romoknak folyamatosan romlik az állaga, és nagyon-nagyon sokba kerül, és nagyon tényleg óriási erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ez megmaradjon a jövő számára, és hát ha látta valaki ezeket az oszlopterékeket... Hát tudjuk, mi történt Pompejben, tudod, azért ott így fotóztatni magad, nem, hogy oda így fölpattansz, és akkor, szóval, hogy az egész kicsit morbid. Meg hogyha láttátok ezeket a szobortöredékeket, illetve oszloptöredékeket, ezeken látszik elég magasak ahhoz, hogy ezekre csak úgy fel nem lehetett pattanni. Tehát ott azért kapaszkodni kellett, mászni kellett, igen, tolni kellett a másikat, a lábaddal segíteni, stb. Miközben azért. Hát nem az igazi. Tehát, hogy nem az igazi. Persze van ilyen, hogy a lovaknak a hátára érted, felugrik a nyerekbe valamelyik király, vagy mit tudom, Szavúja ilyenő mögé, mondjuk azt azért megnézném. Azért az emberes, az azért egy komolyabb vállalás lenne, de persze van ilyen. Anonymus ölébe, hát hány ilyet láttunk, nem? Persze, ez csomószor megtörténik egyébként. Rengeteget, tehát hogy az ember bohockodik nyilván, főleg 10 évesen. Mondjuk ezek a srácok már mindenek voltak, csak 10 évesek nem. De a fiatalos lendület az megmarad benne. Ezért. Hogy nálunk milyen ilyen hely van? Nálunk például ott van ugye a Szabadsághíd. Uh-huh. Hogy arra például most ugye az a divat, hogy a fölmenő ágon oda fölmenek középig, nem akar kimenni a turulhoz, nem akar leugrani semmi, hanem ott ülnek kint. Ami egyrészt A veszélyes, B szerintem nem tök jó. Tehát, hogy nekem az nem jó, zavar, persze. Hát leginkább saját magadat veszélyezteted. Nekem amikor legutóbb kiakadtam egy ilyenen, az Magyarországon történt, és egyébként pont az említett Hősök terén az ismeretlen katona sírjára mászott fel, ráállt. Tehát ez egy körbekerített rész, és azért egy stilizált sír, egy testépítő pár, egy hölgy és egy srác, és úgy pózoltak, hogy gyakorlatilag a síron álltak. És így ők ezt valamiért nagyon menőnek gondolták, hát nem biztos, hogy tudtak olvasni. Ez nem. Magyariak voltak. Mikit, látom a fotót egyébként, hogy feszülős pólóban gyúros srácok. Tehát azért ezt így látod, hogy tulajdonképpen nincs mind nagyon gondolkodni. Nem? Nem is érted, hogy miért mentek oda. Mit csinál, miért nem a gyúróteremben vannak, vagy korditeremben. Tehát miért mentek el Pompejben? Nem tudták, hogy hol vannak, nem tudják, hogy mi történt. Ráadásul egy feszülős pólóban 43-as bicepszel látható, a piros srác, aki itt áll a szélén, egy kis rövid nadrágban. Igazából teljesen egyértelmű. Na, van egy idegenvezetőnk, Pálma, aki mindjárt elmondja, hogy külföldi turisták egyébként hogy viselkednek nálunk, aztán pedig keresünk majd olyan idegenvezetőket, akik megírják nekünk, vagy betelefonálnak és elmondják, hogy ők, amikor magyar csoportot vittek külföldre, vagy visznek éppen, akkor mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, amit az ő csoportjukból valaki kérdezett, csinált, mondott, vagy hát cselekedett, szóval ezeket várjuk majd, amikor külföldön a magyar nem tud viselkedni. Szerintem ebből azért lesz sok. Sokféle hozzászólás. Itt van Pálma, hello Pálma, jó reggel. Ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Mit szóltál a pompeji felvételekhez, láttad? Nyilván rémes, és idegenvezetőként ezt mélységesen elítélem, de azért magánemberként megmosolyogtuk szerintem mindannyian, csak azt remélem, hogy semmilyen komoly kárt nem okoztak a kis turisták. Sajnos ilyen bárhol előfordulhat, nem csak külföldön, hanem itthon is. Nyilván te viszel külföldi csoportokat itthon, ők hogy viselkednek? Néha hasonlóan. Most nem összehasonlítható egy ókori rom, mondjuk a Hősök terével, de azért sokszor felmásznak ott is Árpád vezér mellé, vagy beleülnek az Anonymus szobor. Hát azt én is láttam, igen, a saját szememmel, persze. Fölmásznak az Anonymus szoborra, és beülnek ugye az ölébe. És beülnek az ölébe, igen. Simogatják, jó, nem ugyanaz a kategória, de a Zényi utca és az Október 6-a utca sarkán található rendőrszobrot simogatják. Tehát, hogy... azért előfordul ilyesmi. Más most ott a pocakját megsimogatni ugye a csendőrszobornak, vagy fölmászni a romra szerintem. Tehát, hogy az ráadásul direkt olyan köztéri szobor, amit azért is tettek ki, hogy pózolj vele. Más, így, mert nem ugyanaz. Azért mondom, hogy nálunk azért legalábbis Budapesten nincs olyan kategóriájú műemlék, mint a Pompeji. Akvinkumba kimennél, és a vízi orgonát úgy próbálnád beindítani, hogy belepisilsz. Na, mondjuk, ugye? Ez körülbelül olyan. Hogy ilyen nem történik. Nem, még nem, hála Isten. Te leszedegeted őket? Te szólsz nekik, hogy másszanak le? Persze. De sokszor ezt egyébként maguk a helyiek is aktívan előmozdítják, például a Hadik szobornál, Hadik András szobránál a várban. Igen. Ott az a legenda járja, hogy a Műegyetem diákjai sikeres vizsgareményében megsimogatták az állat nemesebb testrészét. Látszik is, hogy fényesedik ott elég rendesen. És a turisták ezt azért gyakran művelik, mert ez most már szinte az összes turista tudja, és az összes idegenvezető el szokta nekik mondani, illetve illetve a könyvekben is megtalálható. Igen, hogy érdemes oda menni és megsimogatni egy kicsit a lónak a szerszámát, mert akkor szerencsénk lesz, és hát látható a szobra, hogy sokkal fényesebb egyébként. Tehát csillog-villog. Az a gyönyörűen van polírozva, igen. A japánok furák? Mások, mint mondjuk a nyugat-európaiak. Sokszor azt érzem velük kapcsolatban, hogy... Nyilván egy más, teljesen más kultúrából érkeznek. Igen, de, ők sosem csinálnának ilyet. Nem csinálnának ilyet, de hogy néha olyan, mintha azt se tudnák, hogy hol vannak. De lehet, hogy ha mi megyünk hozzájuk, akkor mi sem tudjuk, hogy hol vagyunk. Annyira nagyon. Igen, de hogy ők mindenhol, minden pillanatban 600 fényképezővel mindent le akarnak fotózni, attól függetlenül attól, hogy éppen mielőtt állnak, vagy kell-e fotózni, vagy van-e értelme fotózni, vagy nincs. Igen, hát ők nagyon furák. És hogy viselkednek a magyarok, amikor külföldre viszed őket? Külföldre nem szoktam sokszor magyarokat vinni, de nem mered, de amikor ilyen előfordul, ez majd meghagyom a kollégáknak, akik szerintem számos viccesebbnél viccesebb történeteket fognak, vagy botrányosabbnál botrányosabb történeteket fognak nektek elküldeni. Lehet őket mondjuk így a józan paraszti eszükre hagyatkozva picit irányítani, hogy mit szabad és mit nem szabad, de mondjuk az sajnos egy visszatérő probléma, hogy kibeszélik a helyieket magyarul, mert hát ugye a magyar nem egy világnyelv, gondoljuk mi, és aztán mindenhol találkozunk egy-egy helyi magyarral, és volt már ilyen kellemetlen helyzet, hogy valakit éppen a ruházata alapján becsméreltek, és megfordult, és magyarul. Igen, ebben magyarok sokszor belefuttak, hogy azt gondoljuk, hogy úgyse értik, és aztán magyar van a másik oldalon is, igen. Oké, Pálma, köszönöm, hogy elmondtad, puszi neked, jó munkát. Nagyon szívesen, sziasztok! Ciao, hello, hello, hello. Na, drága idegenvezető hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó, mi volt a legdermesztőbb viselkedés, amit láttatok magyaroktól külföldön? Hogy evett, ivott, mit akart elvinni, elemelni, letörni a szoborból, oda menni, fényképezkedni. Egyáltalán hova megy a magyar fényképezkedni, ugye? Hát vannak azért olyan helyek, ahol illik, van olyan hely, ahol nem illik, meg az ember nem keríti hatalmába az érzés, hogy erről most mindenféleképpen képet kell csinálni. Írjátok meg nekünk, jó? Idegenvezetők SMS-eit várjuk, hogy viselkednek a magyarok külföldön. 3-9 lesz pontosan. 1 perc múlva péntek van, jó reggel, hello mindenkinek. 9 óra után kérdez felelek. Bizony, és holnap még munkanap, tudjuk, veletek vagyunk. Így van. Lélekben mindenképp. Mi nem leszünk, de nagyon együttérzőek tudunk lenni. Mi korán kelünk, gyereket viszünk iskolába. Neked is van iskola? Persze, Panyesznál, bár ilyen nem kirándulnak, hanem valami egész napos helyen. Valami mindig kérdezitek az anyát, érdekel. Így is van, de a lényeg, hogy be kell vinni. Nem tudom, mert néptáncos ruhát kellett szerezni meg. Neked? Persze, én megyek be egy pörge kalapban, és izében fehér hosszúszárú bőgatyában. Bőgatyában. Itt van, megjött Feri bácsi. Májas úrka, véres úr. Jó, így, de jó. Titterára, titterára. Megjött Feri bácsi, titterára. Doromb. De csak szájjal. Igen, és hogy a fogvédővel. Na, arról beszélgettünk, hogy magyarok randalíroztak az ókori romvárosban, Pompejben, ugye? Nem. Közképpen nem hatott meg engem ez a történet, de... Ez se, bocsánat. De majd kicsit az inger. Nem, ma az inger küszöböm nagyon, valahogy nagyon alacsony. Felmásztak, ott voltak, jó, hát igen. Na mindegy, az olaszok is azért elég álszentek. De mindegy, nem is ez a lényeg. Most még azért álszentek, mert de macskát is esznek, most ez még dobban. Tök így van, így egy hallgatok, itt tök igaza vagy. Vannak olasz városok, ahol Nápoly delönti a szemét, olyan városrészek vannak, nem ajánlott bemenni, megkéselnek, de pár fiatal felmászani néhány körre, és akkor most uha. De értem én, szóval, hogy ezen kiborultak, Pompej mégis csak azért tudjuk, hogy mi történt ugye Pompejben. Sokkoló, botrányos, barbár, ezekkel a szavakkal jelentek meg egyébként olasz lapok. Ebben az szemben az a kellemet, hogy rólunk cikkeznek, ugye sose jó azért, ha magyarok adnak az ország imidzsnek, legalábbis ilyen szinten. Hát itt inkább tényleg a tiszteletlenségről van szó. De aztán megállapítottuk, hogy minden turista hasonlóan tud viselkedni, amikor külföldre megy. És ide egy hallgatónk baromi igaza van, hogy magyarok átlépik a határt, első, hogy esznek. Hollandiában láttam 3-4 emberkel, a kirakat előtt felváltva szemezgettek, az egyikük hóna alatt megbújó fasírtostából. Ez tök igaz, ez tényleg is semmi gond nincsen ezzel, én ezt nagyon bírom. De miért van ez? Ez valószínűleg egy generációs kódolás, hogy azt hiszük, hogy máshol nem lesz. Én ezt mindig elmondom, hogy nem az a baj, hogy viszed, vigyél kolbászt, fasírozatot, amit jó is az. De ne az utcán edd egy műanyag tálból. Vagy a piros parkolóban a kocsinak a csomagtartójában. Vagy érted? Tehát, hogy annak van, az egyiptomi élményt meséltem el mindig. De ezt miért csináljuk? Én nem gondolom, hogy ez annyira ciki lenne, vagy ilyesmi, de hogy én is már számtalanszor láttam, de nem kell messzire menni. 5 kilométer, 10 kilométer csak és a határhoz valamilyen irányba, rögtön megállni, és akkor előveszük a hazait. Mert, de miért ott mi történik velünk? Elszakadás van. Igen, tudod, az hiányzik a hazai. Annyira hiányzik a hazai. Most jöttünk el. Megéhezel és halomnál. Itt van velünk egy hallgatónk. Nóri, hello! Szintén idegenvezetőként dolgoztál. Hello, Nóri! Sziasztok! Hello! Már abba hagytad? Valóban igen, abba hagytam. Egy 3 és 1,5 éves kislányom van, úgyhogy most velük vagyok itthon, meg hát valószínűleg nem is fogok visszatérni, mert azért ez annyira nem családbarát szakma. Hát ez nem állandóan utazni kell, persze. Állandóan, igen, és pont akkor vagy úton, amikor mások pihennek, szóval ez a gyerekekkel annyira nem összeegyeztethető, ezért én most csak visszaemlékezek a megszépült emlékeimre. Na és mi történt? Utasokkal kapcsolatban. Hát számomra, ami a legmegdöbbentőbb volt, és a legszomorúbb is egyben, hogy Auschwitzban többször előfordult, hogy ezeken a tömegvécéken, tudjátok, ott egymás mellett ültek sajnos szegények a vécéken, a vécéknek nem nevezhető kis lyukacskák fölött, és arra ráültek, és ott fotózkodtak mosolyogva. És szerintük Beszekültek a barakkokba, tehát hogy Auschwitzban nagyon sokszor csinálták, és arra tudtam csak ilyenkor gondolni, hogy jó ég, hát ezt nem tudják, hogy itt mi zajlott, vagy figyelni kéne talán a történetet, hogy itt ennek mi volt a háttere. Én saját szememmel láttam az egyik honfitársunkat, az őrök oldaláról, Auschwitzban, a főtáborban, állt a szögesdrót mögött, belekapaszkodott a szögesdróba, és nagyon kemény arcot vágott. Aztán mondta a gyereknek, hogy álljon oda az őrtorony mellé, és mondta neki, hogy Véluska, miért nem mosolyogsz? Ne. Le is fotóztam egyébként őket, megvan a fotó. Atya úristen, és ott pozoltál? Igen. Jézus. Igen, vannak helyek, ahol nincs kedved elővenni a fényképezőgépet, vagy nem jut eszedbe, hogy fotózzál, azért ez megdöbbentő. Nem is az, hogy nem pozolsz, mosolyogva egy őrtorony mellett. Hát igen. Mondja, Nóri, mit kezdtem? A határőrös sztorim is van például, hogy Angliában ugye nagyon szigorúan veszik, amikor belépés előtt, még ugye a francia oldalon áthajózás előtt ne szálljon ki senki a buszból, és nem menjen senki azokra a területekre, ahova nem szabad. És hát természetesen megláttak egy fegyveres őrt, rögtön oda akartak rohanni, hogy lefényképezkedjenek vele. És hát persze abban pillanatban körülbelül 5 fegyveres őr mozdult rájuk, és majdnem elvitték őket kihallgatásra, hogy mégis mit akartak csinálni az őrrel. Teljesen akkor a vehemenciával vetették rá magukat. Igen, hát tipikus, szerintem ezt mások is csinálják, tehát hogy ez nem csak ránk jellemző. Igen, egyébként. A magyarokra szerintem, amit ti is mondhatok az előbb, hogy ez a kajapara, ez valami elképesztő. Ezt láttad te is, vagy tapasztaltad? Ó, hát hányszor, hát a múzeumban az, hogy májkrémes kenyeret kentek ott maguknak, az alap volt. Meg például én nagyon sokat jártam Angliába, és ugye ott tiltott a fegyverviselés, és amikor elővette a táskájából a 20 centis kést, és megkérdeztem, hogy mégis ez mit keres a táskájában, akkor azt mondta, hogy hát valamivel meg kell kenni a májkrémes kenyeret. Ne, mi vagyunk. De, és volt olyan is, amikor például nem tudta kivárni szegényként, hogy megálljunk a pihenőnél és ihasson egy kávét, neki nagyon kellett kávét inni, megcsapta az orromat a kávészag, azt hittem a délibábot látok hajnalba, és kiderült, hogy utaskánk az emeletes busznak a tetején föltett egy tálcát a karfára, arra rátette a kis gázégőjét, meggyújtotta, és megfőzte a kocsogos kávén a kávéját. Nagyon jó! Az a baj, hogy ilyen értől kedvet kap. Nem akartam tippeket adni, Jani. Feloldozza minden ilyen hasonló bűne alól az elmúlt 20 évben, és ő ezt természetesnek veszi, és neki ezt tetszik, és azt mondja, hogy de ezt így kell. És mondom, hogy nem, Jani, ezt nem így kell. Nekem elmondták a buszvezetők, hogy mondjam el az utasoknak, hogy ez a busz, ez az emeletes busz 5 kerekperc alatt rommá ég. Tehát, hogy ez annyira veszélyes, hogy ez megfőzte. Én is nevettek rajta, de akkor úgy elfutott az agyamat az akört. Megfőzte a kis kávéját. Hát ő szereti őt. Hát úgy indult minden reggel, és egy kis hazaért, egy kis kocsogó. Féltek, amikor én először voltam Nyugat-Berlinben, és megvettem az első Müller rizsemet, akkor még ott az Ubánban megterítettem magamnak, vettem elő kolbászt, kenyeret, megettem, és utána pedig elfogyasztottam a Müllerist úgy, hogy a tetejéből a fóliából hajtogattam kanalat. Így mentek el mellettem a németek, és úgy néztek rám konkrétan, mint ahogy most néznek a migránsok. Adtak 5 márkát. Hol lesz gyereknek? Nem adtak. Atya úristen. Igen. Utána az újságot a hóna alá csapta, és elment a busz Budéja felé, hangosan fütyűrészve. Az ilyen utas ezt csinálja. Jaj, és azt még hadd meséljem, mert még volt egy olyan sztori is, hogy ugye Görögország, ezt csak a kollégáim mesélték, nem én értem át személyesen, hála jó égnek, de hogy Görögországba utaztak, és ugye kellett az útlevél, mert hogy hiába tudunk Görögországba személyével belépni, és ha olyan országokat érintünk, ahol kell az útlevél, akkor ott kell az útlevél. És utaskánál otthon maradt az útlevél, csak személye volt nála. De ugye az utaslistán ő szerepelt, és ezt nem vallotta be, hiába kérdezték meg tőlem, és úgy gondolta, hogy ő átvészeli a busznak a WC-jében ezt a kis határellenőrzést. És kezdődtek el, hogy a határőrök nem találták. Az utaslistán ott volt, egyébként meg nem volt. Hol lehet? Átkutatták a buszát, kb. 5 perc alatt megtalálták a WC-ben az elbújonőt, és majdnem a kollégákat vitték el embercsempészetért. És miért bújt el a WC-ben? Hát mert ő át akart menni a határon. Nem volt nála a útlevél. Itt tartunk. És gondolta, hogy azt megbújik, Marika, és majd... Marika, nincs itt a személy. Ne Istenem, ott a budi. És Marika elbújt a budiba. Marika, még ezt nem? Itt vagyok, itt Marika. Hallom, hogy itt vagy. Úristen, de figyelj, ez a magyar leleményesség. Persze, irány a budiba. Ügyes volt, nagyon. Kérdezett, amikor rányították az ajtót a határőrök, és ott ült. Atya úristen. Na jó, én nem csak vagy egy idő után ezt abba adja az ember, szóval, hogy ehhez ideg állapot kell. Bele lehet tényleg száradni. És most mit csinálsz majd, ha gyerekek után visszamész dolgozni? Hát most van egy kis vállalkozásunk, és én abban dolgozom meg. Bababarát dolgot csináltunk, egy bababarát műkörömszalon. Akarok reklámozni. Bababarát műkörömszalon. De nem a babának, ugye? De nem a babát. Nem a baba kapja a francia manikűrt. Péter vigyáz a gyerekekre, amíg a anyukának szétül a körme. És ez a saját életemből indultam ki, hogy én nem tudok a kicsiktől se hova menni, és még a körmöm se lehet szét. Menő. Nagyon-nagyon jó ötlet. Nóri, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Hello, hello. Májában éltem, ott vezettem néha magyar csoportokat, elvittem őket egy öbölhajózásra fel északnak, Miami Beach, North Miami, Aventura, Hollywood, stb. Nyilván ez az a Hollywood. A csoport 5. napja volt már Floridában, megszólal egy középkorú férfi. Igazad van, drágám, tényleg a nyugati parton vagyunk. Mondjuk ez egy ártatlan, de nekem ez bejön. Ezek kárt nem okoznak senkinek. Igen. Legutóbbi élményem, hogy magyarok az Angyalvárban vedelték a pálinkát naturakvács üvegből. A szemetet dobálták le a magasból, hogy mennyi idő alatt esik le. Lemérték. Istenem. Nagyokat rögtek, hogy ez mennyire vicces. Rettenetesen szégyeltem magam, hogy magyar vagyok. Hogy nem érted, hogy ők mit keresnek ott. Tehát, hogy ez alapján viselkedés alapján. Hát olcsó volt. Te eljutottak. Ja, meg ha már ott vagy kint, tudod, akkor csak megnézed. Felajos, érdekem még a János, János császárnak a síremléke. Nem, Angyalvár, ott nem kell sokat menni. És akkor mentek. Angyalvár Kolosseum. Mikor egy kupon. Igen. Jó, gyerekek, legyünk őszinték, én is szorultam már bele a 0-ás kilométerkőbe, már nem én ide egy hallgatok. Nem voltam szomjas. Jó, persze, csinálnak ilyet olaszok is. Olasz diákcsere srácaink sáros bakancsal a parlamentben ültek az aranyozott ablakokban. Tehát, hogy szerintem azért ez nem csak ránk jellemző, hogy nem feltétlenül tudunk kulturáltan viselkedni. Jó van, mutatjuk meg, mi a beugró? 3-as ugrásra? Persze. Mutassuk meg, figyeljetek. Jézus Isten, ez az utolsó, ez hogy talált, és kitalálta. Görög buszos út, mögöttünk ülő 50-60-as papa este 9 körül előkapta a villanyborotvát a buszon, megborotválkozott, majd levágta a körmeit. Nem hittem a szememnek. Nehogy már úgy érkezzen, megérted borostás. Úristen, de jó! De jó, ide szeretem. Ne viccelj már, mi? Hát milyen véleményt alakítanának már ki rólunk? Igen, Anna írja, hogy Tunéziában hallotta reggel ezt a beszélgetést. Reggeli közben. Tunézia tagja az Európai Uniónak. Azért, amikor tényleg... Szóval azért ez gyönyörű. Figyeljetek, de Magyarországon is lehet látni egyébként csodálatos dolgokat. Sok évvel ezelőtt történt már, de tényleg nem fogom elfelejteni, amíg élek. Családdal azt látok, hogy egy másik család egy kis Balaton melletti múzeumban áll egy sír felett, és szurkolnak a szülők Lacikának, hogy sikerüljön beledobni a 20-ast a koponyának a szemébe. Várjál, sikerült? De milyen koponya, vagy hogy? Volt egy sír, tehát hogy ott ugye konzerváltak egy sírt, és az ott kiállott a helyen belül, ott volt. És ott feküdt egymás mellett gyakorlatilag egy családnak a csontváza. Apa, anya, gyerek. Nem, és mondta, hogy ez nem igaz. Lacika azzal szórakozott, hogy egy 20-as megpróbált beledobni a szemébe a koponyának. És várj, és apu kivette belőle a sírba? Nem, az a baj, hogy nekem ez kicsit tetszik. Szerintem tudom, hogy beteg vagyok, de én ezzel röhögök. Engem nem így menni fog. És bedobott? És így álltunk, és így nem hittük el. Tudod, így ott voltak ők, még egy Vadon család, és így néznek, és szerintem ők azt hitték, hogy szurkolunk. Vagy, amikor elmentek, kifordultak a sarkra, egyet te is dobtál. Igen, és jobb vagyok, mint Lacika? Igen. És például a levegőbe csapta, és azt keltem. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.